Ildikó reflexológus itt van velünk. Hello Ildi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Na, hoztál nekünk lábtérképet? Hoztam nektek lábtérképet, mert arra gondoltam, hogy masszázs közben például azt mondjátok, hogy keressük meg a tüdőzónát, és akkor itt közben mondjátok a pontot, én meg a Feri lábán, hogyha már ő a kiválasztott. Ma mindkét fiút kényeztetem, ja, aki amit kért, jó, tehát jó. János vendégem egy jobb rosszatára. Mondjuk csak az jutott eszembe, hogy most így azért ne dőljetek be a 15 perc hú de nagy ajándéknak, mert 25-30 perc minimum egy normális talpmasszázs. Hát nem is gondoltuk volna, hogy gyerekek, hát láttam az árakat, mondtam, hogy ebben most negyed óra van. Jó, ez egy érintésre alkalmas, egy kóstolóra alkalmas. És akkor úgy keresed meg a Ferenc a tüdejét, hogy megnyomod egy pontot, és azt mondod, hogy köhögjön, kérem. Tehetnénk így is, de tényleg az van, hogy ahogy most már az interneten látszik, rengeteg térkép van fent, hogy ezeknek pontosan megvan a helye. Tehát nem kell nekem tesztelgetni, vagy keresgélni, hogy jó, ez most a tüdeje, vagy a foga. De mit érzel ott? Tehát az ujjaddal, amikor tehát azt mondod, hogy beteg a fejnek a tüdeje. Igen. És akkor az elszorúsodott bőr alatt te érzed, hogy... Tehát nálunk, az én érzetemben csak ennyi, hogy például nekem képek jelennek meg hozzá, hogy most itt, mit tudom én, ilyen homokszemek vannak, vagy szúrós az, amit én érzek. Tehát vannak ennek különbségei ennek a tapintásnak. Aha. A másik oldalról pedig van, amikor recsegi, hallják, hogy recseg. Van, amikor azt érzi, hogy úristen, belieresztettem a körmömet, pedig nincsen körmöm. Tehát, hogy ezek mindig változó, attól függően, hogy milyen régiót a lerakódás, és általában azért az első érintésnél mindig fájdalmasak. Ez nem azt jelenti, hogy na, akkor totál kész az ember, akkor innentől kezdve el kell kaparni. Csak hogy érzékenyek bizonyos szervek. Csak érzékenyek, így van. Na most nekem ugye a szem problémám az ilyen születés óta megvan. Tehát akkor meg tudjuk azt csinálni, hogyha nekem megnyomod a szempontot a talpamon, akkor az nekem fájnom kell, hiszen nem jó a szemem. Igen. Ez egy fontos szempont. Azért, hogy működik-e? Érzékenynek kell lenni. Igen. Egy teszt. Igen. Hát hogyne, megnézzük. De nálad egy csomó mindent lehet teszem, de Janinál is. Igen, de a másik, hogy az is nagyon fontos, hogy mint a vizsgánál, tehát lehet azért úgy nyomni, hogy tuti fájjon. Aha. Tehát, hogy nem az a cél, hogy fájjon. Mert, mint ahogy a vizsgán, lehet olyat kérdezni, hogy nem tudsz rá válaszolni. Tehát igen, a Balázs jót ígért, tehát hogy ne az legyen, hogy a én kellemeset ígértem, de egy-egy pontot meg akarok nálatok nézni, hogy milyen állapotban vagytok. Tényleg ez a tehát van a végletes, aki csak simogatja, és akkor semmi, vagy a másik, amikor kimondottan átmegy ilyen inkvizícióba, az ugyanúgy nincs értelme. Hány masszázs az eredményt egy betegszervnél körülbelül? Ez változó, 2-3 alkalommal már, hogyha nincsen krónikus dolog, vagy nincsen nagy akut dolog, akkor elindulhat egyfajta változás. És most épp tegnap, amikor jártam a könyvesboltban, néztem, hogy most milyen könyvek vannak, és egy doktornőnek a talpreflexológus könyvében néztem bele, és most már ezt például nagyon jó, hogy orvosok természetesen használják kiegészítőként. És az ő könyvének a hátulján rengeteg eset van leírva. Gyerek, 38 éves, cukorbajos, nagyon sok eset, 15 alkalom, 2 alkalom, 8 alkalom, tehát nagyon egyéni. De van belőle ilyen elsősegélyes újtöröm, tehát például mondjuk a Ferinél gyorsan el tudod távolítani a királydínnye töviseket, a rajszegeket. Bármi. Igen. De Ferinek a talpában még letörött kecskeszarv is lehet. Hát, sőt, az egész kecskét hosszolom magam után. Belelépett egy boronába is beletört. A lábujjak az különböző szervek? Külön? Igen. Tehát megvan az, hogy fej, szem, fül. Nyirokrendszer kapcsolódik hozzá leginkább. Ez az a terület, amit szerintem például otthon laikusként is lehet ápolni. Tehát egymás kényeztetése vagy szarilása szempontjából is ezeket a területeket lehet kezelgetni. Gyerekek például imádják. Én, amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor még én nem tanultam ezeket. Csak józan paraszti eszemből adódóan sírt a gyerek, nem tudott semmit sem mondani, elkezdtem simogatni a talpát. És elkezdett megnyugodni, elkezdett jobban lenni. Aztán már utólag tudtam meg, hogy épp a gyomránál, meg a hasánál masszírozgattam. Na nézzük meg akkor, jó? Ki legyen az első állapotfelmérés? Közben gondolkozzál, hogy melyik szervedet akarod megnézni. Egy prosztatára a vendégem vagy. Én harisnyában vagy. Jaj, fixben. A kis ígérású harisnyán már rajtad van. Hát és még plusz 80 már. Lehet hideg hazafelé. Hát érted, hát ha bejön az északi. Tényleg van kis szövet harisnyán? Nem. Most tudtad, hogy meglepetés lesz. Na. Ferenc, kezdhetjük. Elő a csülköket, ha valakinek nem éred a lábát, vagy nincs neki, vagy nem tudom, akkor a kezén is lehet? Kezén is lehet. Igen. A Feri ez most indulja. Így van, ez neked életed nagy kihívása lesz, ez a Himaláján. A fülnek ugyanúgy megvannak a reflexzónái, tehát hogy egy csomó helyen ezek így analógiásan ott vannak. 20 évvel ezelőtt még szemmelverésnek számított, hogyha talpmasszázsról beszéltünk. Ma már szerintem azért eléggé benne van a köztudatban. Aha. Hát persze, nagyon sokan csinálják. Kínai orvosok is vannak itt Magyarországon, igen, szintén, igen, tehát hogy azért igen, ez ma már egy nagyon elfogadó igen dolog. És hál' Istennek sokan olyanok is, akik értenek hozzá. Igen. Nyilván sok a kókler ugyanakkor, azért természetesen. Tehát, hogy... Na, nézzük meg hogy Feri milyen állapotban van. Jó, hogy csak így szemléltetőleg nyom meg egy pár pontot, hogy hadd üvöltsön. Nem ez a cél. Tényleg nem mondtam, ez a cél. Mondtam, hogy a vendégem vagy. Hát ezt akartátok kedden. Tessék? Ebből a távolságból Ferenc, nézzük fel, milyen állapod, vagy vonzhold ide magad. Gyere. Hát vagy vágd le a lábad és dobd át. Vagy csak nyújtsd át, maradhatsz helyeden. Egyébként simán Feri átnyújtod, hát 3 méteres a lábad, úgyhogy simán odaér. Jó, Ferinél mi van? Hát mit ne hagyjunk így? Én egy májcsekket azért mindenképpen csinálnék, nem? Melyik a máj? Jó. Máj. A máj és a tüdő. Hát nála ugye ezek azok a szervek, amik fő veszélyben vannak. A máj és a tüdő. Ó, hányos lábad van, Feri? 46-os! Jó. Várjál, nem és az csak, ami kilátszik most a tüdőben. Vedd le az egészet. Alapvetően például a póz az nem klasszikus, tehát az, hogy így a másik ölében legyen. Mi se vagyunk misszionárius pártnak. Hát sem, már a klasszikusat azt senki nem csinálja. Ildi. Most Ferinek egy ilyen kellemes, ilyen kis balzsamos, valamilyen rozmaringos krémmel kenegetik itt a lábát. Előkészítjük a rozmaring. Az illatból megmondom. Sáfrányos, susújkás. Mi van a krémre írva? Jól beszél. Olvasni is jól olvas, mert rá van írva. Bocsánat, elnézést! Kellemetlen. Elnézést, ne arra, ugye, hogy megmondtam, hogy rozmaringos. Az illatból megmondom. Vagy rozmarin. Most miért fáj neked, hogy tudok valamit? Nem értem. Na. 8% illója. 7 és felett mondtam volna. Illól vagy. Hogy mi 8% micsoda pontosan? Nem teljesen értettem. Na. Szóval most akkor így előkészítettük. Igen, a Ferinél azért vannak neuralgikus pontok, ugye? Tehát az... Gyomor lehet, azért a Feri nem veti meg a jó ételeket, ugye italozni is szeret, cigarettázik is, tehát nála meg tudunk nézni olyan akut pontokat, ami esetleg jelezhet, hogy később azzal a szervvel valami probléma lehet. Na, valahol fájdalmat érzel? Igen. Fáj? Igen, egy ponton. Egy ponton. Aha. Fáj? Hát érzem. Na most így a kezedbe adom. A saját lábadat. A saját lábtért. Ja, te nem látod, mert aztán... Akkor nézzétek ti meg. Én nézem, hogy... Jó? Aha. Mi van odaírva? Hát ezt azért én így nem tudom most hirtelen elolvasni. Odaadom neked, és akkor te elmondod, Ildi. Nagyon sok pont van a talpon. Szerintem itt teljesen rátaláltunk a májra. Máj! Igen. Hoppá! Nagyon jól működik, az van. Igen, tehát hogy ez itt teljesen. Hogy jó? Igen, tehát hogy teljesen így az, hogy ez érzékeny. Ja, hogy érzékeny. És ez mit jelent? Tehát van egy talpi érzékenység, mondjuk akkor... Ez feltétlenül nem jelenti azt, hogy na most akkor a mája ki van purcanva, de az, hogy érdemes utána járni, odafigyelni, méregteleníteni, könnyíteni a működését. Te érzel már valami változást, Feri? Jobb, mert az illat az igen. Tehát itt például megkívántál, hogy inni valamit. Ha bármelyikőtök kipróbálhatja hozzámer nyúlni a Feri lábához. Igen. Tehát, hogyha végighúzod a kezed, akkor érzed, hogy ezen a ponton úgynevezett pattog, tehát mint ez a buborékos szatyor, amikor így végighúzod az ujjad, hogy érzed, hogy ezen a részen, ahol az érzékenység van, ott ilyen apró pici, mint hogyha ilyen buborékokon futna végig az ujjad. És akkor ez pármasszírozás, és effektíve... És akkor ezt fel lehet lazítani. Tehát fel lehet lazítani. Mert ez oda-vissza hat. Tehát a szerv elkezd kiegyenlítődni, elkezd dolgozni, és akkor ennek függvényében az egész akkor elkezd szépen föllazulni. És olyan nincs, hogy mondjuk ilyen nagyon konkrétan, nagyon gyorsan reagál rá a szervezetet, tehát például a végighúzod oldalt, az ujjadat a kezén, és akkor hogy hívják, akkor száj, gyomor, végbél, és akkor böfög egyet, korog egyet, szel. Bármi lehet, én semmit nem lepődök meg. Jó. Most itt előkészítem a szemkörnyékét, mert ez itt eléggé, tehát itt a nyirokcsomók vannak, ahol most éppen... Aha, most Ferinek a lábujjai tövénél, ahol a talp és a lábúj találkozik, ott masszírozzák. Ez a két lábúj felelős a szemekért. Az a szem. Igen, és ennek ez a része. Az is fáj, Feri. Most nem fogtam erősen. De érzékeny, komolyan mondod? Hát de összetöri a csontjaimat. És még nem fogta meg erősen. Most nem fogtam meg erősen. Ne is, ahogy akarod, tehát ezek azok a pontok, amik... Ez nem jó, de jót értél. Hát igen, csak nagyon sok a beteg pont a testedben. Azt hittem lenni, hogy egy kicsit egészségesebbek vagytok. Például, hogyha van egy ilyen szemprobléma, ugyanúgy az van, hogy lehet enyhíteni. Egyszer egy idős néni egy faluban meghallotta, hogy én értek ehhez, hogy kezelek, és ebbe hívott. A férjének cukorproblémája volt és szemproblémája, és mondja, hogy javult neki a cukorértéke és a szeme is, és megmutatta, hogy hol masszírozta, és hogy jól csinálta el. És klasszikusan azokat a pontokat kezdte el ösztönösen használni, Nagyon, egyébként egy pillanatra komolyra fordítva, tényleg nagyon sok ilyen pozitív tapasztalat van. Tehát akik járnak, sok nő mondja, hogy például nagyon sokáig nem sikerült teherbe esni, elmentek pontosan. 4 tap reflexológiai masszázs után sikerült. Tehát, hogy azért ez egy hosszú évezredekre visszavezethető tudomány. Igen, szóval, igen, hogy nem hülyék a kínaiak például, akik azért ezt évek óta, hát több 100 éve használják az orvostudományban a talp és a kézreflexológiát. Vastagbél? Oda van az is? Uha, nagyon masszírozna, hogy itt elkezdjen ürülni. Tegyetek alá kacsát. Kacsát? Mint a szúrók, olyan lesz. Ez egy kicsit kevés? Hát ne akar, hozzatok egy talicskát. 3 olajos hordót. Tehát attól is függ, hogy a talpmasszást mire használja valaki megelőzésre, mert nincsenek problémái, van egy adott eset, és akkor azt szeretné, vagy pedig valamilyen helyreállítás van, tehát utógondozás. Tehát ezektől is... Fújt ki magad közben, ha nagyon melós, nyugodtan. Az nem lábúj egyébként, hanem egy lepkegubó, a 2 ujja között talál. Nem sámár, nem 6 ujja van, csak beágyazódott oda egy lepke. A kedvenc fogásom ez. Na. Ez olyan, mint amikor a bikázót így rárakják. Ez a vállöv. A vállöv. Igen. Mi az a vállöv? A vállöv? Egy olyan öv, amit a válladat osztál, leveszed a lábát, vagy gumicsónak. Itt klasszikusan mondhatnám azt, hogy senkinek nincs olyan, hogy ez nem érzékeny. Na most az, hogy mennyire érzékeny, ugye az megint attól függ, hogy mennyire van ott ez a környék beállítva. Most még egyáltalán nem fogtam meg. Ne is fogja. Tehát most... Na, milyen ajcipoztam, haver? Na, tesó. A vendégem vagy, tesó, élvez. Tesókám, a vendégem vagy, élvez, nyugodtan érez magad jól. Ez a kör az enyém. Fejfájás idején, tehát hogyha valakinek nagy fejfájása van, akkor ez a fajta mozgatás. Elterelő a fejfájásra a figyelmet, mert még jobban fáj. Nem. Igen, ez azt jelenti, hogy a Feri nagy lábújja tövénél, ahol a lábfej találkozik a lábújjal, az a pont tulajdonképpen. Tehát ez most ugye azért nagyon otthon senki nem tudja elkezdeni, tehát szakemberhez kell menni, nyilván magadnak ott megnézheted egy térképről, nyomkodhatod. Meg hát nem tudjátok elképzelni, hogy mekkora az az űr ott bent a két lábú, mint a békásszoros. Igen. Na és akkor van klasszikus prostata, amire... Ezen a szoroson jött. Na, egy prostata! Itt lovagoltak be Árpádék. Nem, a bereckei hágó, most a Feri nagy lábúja. Ez a rész itt alul. A prostata. Tünetmentes? Teljesen tünetmentes. Minden oké? És akkor most a hosszított orgazmus... Gyerekek, én csak egyet mondom. Aki nem volt még prostatamasszázson, az nem tudja, mi az igazi fájdalom. Jó? Legyen ennyi elég. Hadd ne mondjak erről többet. Akkor megtapasztalod, hogy mi az igazi fájdalom. Átértékeled. Ez is itt egy nyírok. Na, mondjuk ahogy látom, Ferének jól esik, mert már feslik fel a slicce. Tesó, a vendégem vagy. A vendégem vagy, de moderáld magad. Na igen, azért. Fogjál már vissza magad. Fogjál már vissza. Csak egy rádióműsor. Azt mondtam, úri emberek vagytok. Na, és gyerekeknél milyen gyorsan lehet elérni változást, például aki elviszi a saját gyerekét? Hát attól függ megint, hogy most probléma. Hogy mi a baj, hogy mi a konkrét baj, persze nyilván. Mi a konkrét baj, de általában én azt gondolom, hogy a gyerekeknél otthoni kezeléseket, tehát ez a simogatás, meg este mese közben beszélgetni, imádják, és egy csomó megelőzésre nagyon jó. Az én lányom például, amikor kicsi volt, akkor volt az, hogy anya, melegíts meg a hasam, melegíts meg a kezem, és ösztönösen ők is tudják. Reméljük már nem így beszél. Nem, már 19 éves, úgyhogy a sarokba szokott állítani. Sőt, most hallgatja, és majd mondja, hogy anya, de egy... Anya, miket mondtál rólam? Remélem, most elkezdett. Na, a kézen is vannak pontok Jánosnak? Vannak. Jánosnak nincsen, mindenki másnak van. Egy prostatát, a pasiknál mi ugye? A prostata, a végbél, a nyombél, vékonybél, azért ezek fontos pontok egyfőre. Nézzük meg, milyen állapotban vagy. Csak egyet. Van valami, amire kíváncsi vagy? Ne ugyanazzal a kézzel, mint a Feritában. Elkapok valami csúnya gombát. Milyen volt az ajándék? Másnap bejönnek, és mint a Sekilon, olyan színű, és akkora méretű kezemben. Ah, Feri, valamit elkaptam tőle. Mit masszírozol Jánosnál? A hüvelykújja és a mutatója között ezen a lágy részen. Ez klasszikusan az a pont, megint a fejfájás, vagy hogyha ilyen rossz érzés. Olyan ilyen migrénes? Igen, migrénes vagyok. Akkor ez a pont nagyon sokat szokott segíteni. Van, amikor a migrénnél egy gyorsabb hányást tud elindítani, mivel én is migrénes voltam. Migrénes voltam, sok esetben megkönnyebbülés volt, ha végre hányhattam már. Tehát, hogy ez kimondottan egy ilyen feszültségpont. Ne is nagyon nyomkodnak. Igen, mert... Kérdezi valaki, hogyha fogyni akar, akkor azt is lehet? Tehát vannak olyan pontok, méregteleníteni, fogyni? Igen. Kiegészítőképpen nagyon-nagyon jó hozzá. De ugye klasszikusan ez a táplálkozás, mozgás, pihenés, tehát nem fogja csak megoldani, ez megoldani, nyilván persze, de segítheti, vagy hozzájárulhat a többi kezelés. A nyirokrendszernek az átmasszírozásával gyorsabban kiürül a salakanyag, tehát egy csomó mindenben segít. De János, még te úgy csöndbe vagy, tehát fizikailag te fitnek tűnsz, mert most már nagyon kellemes. Mert összehajtom a fogam. Iszonyatosan kellemetlen lenne itt sírdogálni. Mit érzel, Jánosnál? Stresszes, vagy be van állva? Hát elkezdett nyírkosodni a tenyere, ami azt jelenti, hogy... Erős izgalmi állapotba ért, ez nálam mindig az első. Kopogtatás minden. Mindenféleképpen csak így ennyi, hogy írnék fel neki ilyen nevetős kapszulát, bár abból rendszeresen el van látva. Hát, hogy olyan jókat is neves. Miért nem nevet jókat? Nem nevet jókat? Nem, jókat mond, nevetni. Ja, észrevetted, hogy Balázs poénjön csak udvariasan nevetek? Az, hogy te vagy a jó mondó, a többiek meg nevetgélnek. És akkor, hogy így rendesen toldod, aztán neveste, hogy beszéljenek ők. Itt többen kérdezik, nagyon fontos, hogy Jani hajhagymáit esetleg lehet még stimulálni. Nem vállalt érte felelősséget. Mert valami kézzelfogható bizonyíték kellene nekünk, mondjuk 2 hét múlva bejön hosszú lubonca. Lehet-e még stimulálni? Ezt én nem vállalom, hogyha van olyan kollega, akkor átadom. Nem, azt kellene, hogy legalább egységes legyen. Tehát vagy élesz fel azokat, akik félholtak, vagy pedig az összes többit is nyírt ki. Rendben. Akkor igen, gondolkodni fogok, kérek rá. Jani fejtett, hogy a hajhagyma seregei még harcban állnak egymással. Tehát van néhány áruló. Igen, utóvéd harcokat vívnak a homlokommal. Néhányan már elhullottak, de még egy páran kitartanak, igen. Van egy klasszikus kedvenc pont a kézen, a kisújnak itt a legfelső ujjpercénél. Ez is egy ilyen nagyon ráharapós és nagyon fájdalmas pont, de ez egy ilyen életmentő pont. Tehát amikor elájul valaki, és tudjuk, hogy nem, tehát, hogy nem habzik a szája, nem olyan epilepsziás rohama van, akkor kimondottan ez egy olyan pumpát tud, igen, kisúj, felső ujjperc. Volt olyan eset, amikor erre konkrétan ráharaptam. Tehát foggal ráharaptam, mert ugye elájul teljesen, és egy olyan szívpumpát ad, hogy mivel itt van a szívmeridián, hogy ad egy ilyen, olyan, mint egy ilyen beébresztő. Add be egy kis ujjad, rárabok ki ütlek. Bármikor, amikor látod rajta, hogy bebombolok adás közben, harap rá. Szegény nyomorban. Sokkolni nem sokkoljuk. Egyszer is álmos leszel adásra, vagy azt látom, hogy nincs szemkontaktus, és belebamulsz a monitorodba, oda meg olyat ráharapok a kis ujjad. Nem fogod érteni, hogy mi történik. Ugye ezt megcsináltad a fülcimpájával is. Fülcimpájával, valamit meg, és morogjál is hozzá. A fülcimpáját most nem tudom megmasszírozni, mert rajta van a fülhallgató. Kérem, én sohasem, hogy a fülcimpa stimulálás, az is egy ilyen vérkeringés frissítés, oxigén megy az agyba, tehát azt elkezdett dörzsölni. Az szenzációs. Akkor kimondottan kávé helyett szoktuk javasolni, hogy kávé helyett fáradt autóvezetés. És sokan ki tudják próbálni, most elkezded masszírozni mindkét fülcimpádat egyszerre, van, akinél még az hevesebb szívdobogást is okoz. Tehát, hogy fölgyorsul a pulzusod tőle. Próbáld ki. Komolyan. Tudom, az meg a fitma. Ez a kettő nagyon működik. Hát én a fitpát ma meg se érzem, úgyhogy nálam már csak a harapás megy meg a kisúj, úgyhogy... Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Humorizálunk, de hogy azért próbáljuk ezt elfogadható köntösbe öltöztetni, úgyhogy közben azért ez valójában tényleg egy baromi hasznos dolog. Úgyhogy kell a lábtérképet, Feri? Ezt itt is hagyom nektek. Az a másik oldalra lárajzoltam egy ilyen kéz dolgot is, mert pont a kínai orvoslásról, amit mondtál, tehát ugye az ötelemmel ugyanúgy megvan az, hogy melyik szerv hová kapcsolódik. Nagyon köszönjük az ajándékot, Balázs, nem volt túl bőkezű, de köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Reggel fölkeltem, fogtam a kis fogkefémen, elővettem, tettem rá fogkrémet. Eddig még ugye minden teljesen szokásos, nem? Már kezdem szedni, és sejtem, de folytasd. Nem, megfejtetetlen. Kinyitottam a számat, és berepült a számba egy muslica. Ittál valami testek. És azon dolgoztam, és azóta is azon gondolkozom, hogy ez most hol van. Ugyanis nem jött semmi, ki. Semmi, megetted. Az kész, ennyi. Sőt, lehet, hogy ő öngyilkos akart lenni, és leugrott a sötétbe. Igen, lehet, hogy ott van a kis gazdám szája, belerepülök. És azonnal elkezdtél rá fogat mosni? Nem, mert annyira álmos voltam, hogy ugye megnyitottam a csapót, szokásos mozdulat, hogy fogkefe, fogkrényi, szájnyit, és abban a pillanatban, hogy egy periférikus, ráadásul És megállt egy pillanatra a fogkefe a kezével, most ezt nem ölhetem meg. Most mi lesz? Na? És akkor tudod, elkezd... Megpróbáltam kifújni, semmi nem jött már ki, és egy idő után azt mondtam, hogy jó, hát akkor hújjon. És elkezdtem fogatmosni, és azóta várom. Hogy kijöjjön. Hogy most mi lesz? És lehet, hogy kapaszkodik, hogy ízzibe a garatodba így. Lehet, hogy ott csücsül tényleg valahol, és kapaszkodik? Hogy bal felső hatos mögé elbújt, és jól érzi magát. Laci, gyere már be, légy szíves, meg egy tudományos kísérletet szeretnék még csinálni kora reggel, hogy a Laci odahajolna a hasadra, és meghallgatja. Hogy nem zümmög a hasam? Hallgass már meg a hasat, mert lehet, hogy még ér. De egy muslica nem zümmög. Hát, ja, igaz. Fényképet! Na? Na? Odahajolt. Ja, aranyosan, jaj, Laci, jó, azért nem kell többször, mint amit kérünk. Milyen kis hideg a fülecskéd, jaj, de jó vagy. És mit mondod, zümmög, nem zümmög? Mert lehet, ez egész úgy van, hogy van maga a gyomorsav, igen, mint egy ilyen nagy tó, és ha abba te beleesel, akkor ugye, ha én esnék be mondjuk a te torkodba, akkor egyből belecsopbannék a gyomorsavba. Viszont a muslica lerepül a torkomban, és ott még nagyon verdes, akkor még nem esik bele a gyomorsavba. És vannak ilyen föllövő láva folyamok a gyomorsavból, igen, és megpróbálják elkapni a muslicát? Érted, milyen nehéz kérdések ezek? Nem tűnhet el egy muslica csak úgy. Tehát lehet, hogy itt ül és küzd a falatokkal, meg a beömlő teával. Ahogy hívják azt a kis garat. De ilyen nyelvgyök, vagy csonk, vagy mi azt, amit hátra van. Igen, ez a, igen. Abba kapaszkodik a muslica. De az vajon, már lement kávé, lement tea, lement víz, mert ő folyamatosan azt... ömlik be valami. Nem, ő azt várja, hogy megszáradjon a szárnya, hogy ki tudjon repülni, de ugye mivel mindig iszol, ezért nem fog megszáradni. Ha fel akarod szabadítani a muslicát, akkor most ne így áll, és ne nyelj egy óráig. Jó, remélem, hogy meg. Én úgy sajnálom, hogy lenyeltem. Nem jó érzés. Valószínű halott. És most sajnálod? Nem. Kicsit. Olyan fura, tudod, úgy várom, hogy úgy kirepüljön, és akkor az úgy kerek lenne. De miért, mert megöltél egy muslicát? Csinálnék egyet, hogy hello, és abban a pillanatban... Ott repül! Nézd! Szia! Kis barátom, milyen volt a számban? Élsz. Hát itt hát vagy! Itt van, gyere, repülj vissza hozzám! Hát élsz, kis barátom! Jaj, de aranyos vagy! Azt tudod, hogy most csak évek kérdése, és ilyen kicsi kis kém muslicák legyenek majd? Jaj, nem áll. Nehogy ez egy drón volt. Ha... A gombos Edina ott lakik tőlem 4 utcára. 5-re. Igen. Szoktunk néha találkozni az óvodába. Egy tök cuki csaj. Nem lehet, hogy kémkedik? Eladta magát a kubaiaknak, neki kubai a vérje. És a kubai drónmuslica. Egy kasztródrón. A kubai drónmuslica berepült a számba. Igen. Ott lakik a bocsi is. Ott lakik a doszpat is. Lehet, hogy egyszerre a bocsinak, a doszpatnak és neked. Lehet, hogy üzemeltetnek ezek valami drónmuslicát, és körbe repülték, tudod? Csak menjünk be a balihoz, nézzük meg, hol lakik. Csak nem számítottak rá, hogy én reggel jövök fogatmosni. Fölkapcsoltam a lámpát. Menekülj, jön! Rángatott a doszpot, meg a kis távirányítót. Én meg bekaptam a drónmuslicát. És most itt látják a számat belülről? Lehet, hogy a doszpot ül egy hatalmas képernyő előtt, és nézi a számat belülről a drónmuslicával? Bocsánat, a doszpot is kubai? nem, csak ő is ott lakik. Egyetlen esélyem van még, hogy kijöjjön, ha végigmegy. Ha a kis drónmuslica nem hal meg a gyomorsabban, igen, bemegy, és végigmegy. De akkor gombos Edina végignéz engem belülről? Bizony. Atyaisten. Bizony, ám, kis szűk nyíláson, hogy kidugja a fejét. Összehívja a többi lakó, gyertek, most jön ki. Ferenc iskoládat! Fölállsz? Na, azt már látni fogják. Kis zacsival. Hello! Igen. Csináld azt, ezt fogják hallani. És egy kopparát. És ott lesz kint a kis drogmuslica. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A vendégünk van. Máté Bence természetfotóst hívtuk meg. Hello Bence, jó reggelt. Sziasztok. Kívánunk neked. Egy hónapban körülbelül mennyit töltesz a fővárosban? 24 óránál kevesebbet. 24 óránál kevesebbet. És egy hónap alatt körülbelül mennyi időt töltesz gumicsizmában? 24 óránál többet? 24 óránál többet. Ha valakinek esetleg a neved nem mond semmit, ugye mondhatni Magyarország leghíresebb természetfotósa, az év természetfotósa, az év madárfotósa, hát gyakorlatilag azt nézem, hogy nincs olyan nemzetközi verseny, meg nemzetközi díj, amilyen kategóriában te ne tarolnál. Tehát amiben benne volt az, hogy az év, azt te megnyerted. Az év felső teste. Jól sorolom ezeket? Ezek jó dolgok, nem? Tehát én nagyon jól érzem magam a természetben, meg jó ezeket a képeket elkészíteni, végigkísérni a folyamatot, de az is egy jó dolog, amikor az embert elismerik, és hát kap egy ilyen az év valamilyen. az egy visszacsatolás, és látja, hogy ezt érdemes folytatni. De ez hogy kezdődik, hogy az ember olyan sok mindent csinálhat gyerekkorában? Te ugye nagyon fiatalon kezdted, az év legifiabb természetfotósa is voltál, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló cím. Ez hogy kezdődik, hogy kaptál egy ilyen kis digitális gépet, jó sikerült lefotózni egy madarat, azt mondtad, de jó ez, itt vagyok innen jó levegőn, küldjük be a pályázatra. Na most ez annyira régen kezdődött, hogy akkor még az egy digitális gép, azt sem tudtuk, hogy mit jelent, mert 99-ben építettem az első lest, és akkor még diafilmre. Akkor még egy picit tudni kellett fényképezni az, hogy legyen valami eredménye, mert elkatítottál egy képet, utána várni kellett mondjuk 2 hetet, mire az elő lett hívva, és megláttad, hogy hát ez egy kicsit sötét, meg egy kicsit bemozdult, meg egy kicsit nincs is rajta madár. most már ez a hátsó LCD-n ugye látszik, egy másodperccel az expozíció után így sokkal könnyebb dolgozni. Na, de ez gondolom egy gyerekkori érdeklődésből indult, nem? Tehát ezt úgy tudja elképzelni az ember, hogy mondjuk 6 évesen, 5 évesen, és körülbelül nekem a Benny hoz mindenfélét, ami mozog, állatokat, békákat, csigákat. Most még én abban reménykedem, hogy kinövi, de egyelőre a gyerek lebeszélhetetlen. Szóval, hogy ezt gondolom a szülői nálad észrevették, nem? Hogy megszállottan keresed az állatokat. Óriási mázén volt olyan szempontból, hogy Pusztaszeren nőttem fel, ez egy kis település, Szegettől északra. Óriási szerencsém volt abban, hogy amikor hazavittem a békákat, mint most a te fiad, akkor nem mondták, hogy dobjam el, mert lepisili a kezemet, hanem úgy hagyta kibontakozni, és ez így kialakult. Nagyon sok mindenre foglalkoztam, de valami módon ez a természet iránti mozódás, ez már a kezdetekben is megvolt, mint talán minden gyereknek. Ezt hagyták kibontakozni, és ebből lett először vadászat. Azt nem is értem egyébként, hogy lettem vadász egy darabig, de most már abszolút fanatikus természetfotós. Az mondjuk nagy váltás azért a vadászathoz képest, nem? Tehát, hogy mind a két dolognál az a cél, ugye, hogy megtaláld az állatot, csak az egyiknél azért az, hogy az állat bevégezze. De most ahhoz képest, ugye velük együtt élni, mozogni, nem bántani őket, azért az tényleg egy másik fajta véglet. Ugyanazokra az ösztönökre van szükség. Ugyanolyan előkészület, ugyanannyi terepi munkát igényel, csak az egyik az kicsit véresebb véget. Meg hát nyilván abból jött, hogy marasztalni próbáltad a madarakat, ugye a 2 hetes előhívásból kifolyólag állandóan bemozdultak, elmozdultak, ott meg azért egy sörétessel meg lehetett fogni őket egy pillanat. Aztán nem mozdultak. Aztán többet nem nagyon repültek. Na most az ember azt hallja, hogy természetfotós, akkor az a kép él benne, vagy hát legalábbis sokáig bennem azért, hogy ül egy ember egy gumicsizmába, egy ilyen álcázott fényképezőkkel, vagy fényképezővel, és 4-5 napig várja, hogy valami kis, nem tudom, vándorsólyom bekerüljön a blendébe. De hát ennél az nyilván azért ez már egy összetettebb dolog, nem? Mint, hogy egyedül üldögélsz 3 napon keresztül egy vadászlesen. Én már évek óta dolgozom azon, hogy ezt a tévképzetet eloszlassam, hogy igen, természetfotós ázik-fázik. Hát nem egészen erről van szó, igen, van benne ázás-fázás is, de én egy olyan vonalat képviselek, ami arról szól, hogy én a körülményeket szeretem úgy kialakítani, hogy amikor maga a fotózás már úgy történik, hogy a kezemben van egyáltalán a fényképezőgép, már odáig eljutottam, az kényelmes körülmények között legyen. Ennek következtében van olyan lesem, amiben van padlófűtés, légkondi, internet, hűtőszekrény, hogyha húzamosabb ideig ott vagyok, az élelmet tudjam tárolni, tehát ez a kényelmes, ilyen bőr, hát ennél kicsit jobb bőrfat áll, mint amiben most 10 év akartam. Tehát ilyen hosszú ideig azért jó, hogyha az ember kényelmesen ül, nem? És egyébként van választás. Hogy kell elképzelni, hogy kinézed azon állat élőhelyét, amit le akarsz fotózni, behúzod oda az internetet, fölépítesz egy viskót, azt bevonod bőrrel, lerakod a padlófűtést, és építesz egy lest tulajdonképpen? Minden komoly lesépítés megelőz egy tesztles, és ez egy nagyon komoly felelősség, amikor elkezdek egy olyan lest építeni, ami nagyon sok pénzbe és nagyon sok energiába kerül. Most például éppen Afrikába kezdtünk építkezni, ott ráadásul másik embernek építek, így tudnom kell azt, hogy majd a végkifejlet az ne legyen pofára esés. Ezért szépen lassan apránként először kinézem a helyet, valami módon beleszeretek a témába, a helyszínbe, napnyugtába, a napkelti, a páratartalomba, és azt mondom, hogy na, ide szeretnék egy lest, akkor oda építünk egy viszonylag olcsó lest, de mondjuk Afrikában azért ennek már elefántbiztosnak kell lennie, és a többi meg szakszigeteltnek, hogy ne érezzenek meg az emlősök. Tehát elkészül egy ilyen minimál dizájnos les, és hogyha az valóban úgy működik, ahogy elképzeltem az elején, akkor építjük a full extra-es dolgot. És azt kimész, leteszteled magát a lest, megnézed, hogy jól működik-e? Igen, beülök, fotózok, új ötleteket tapasztalok. Honnan tudod, hogy rosszul működik, nem jön oda állat mondjuk 3 napig, és akkor érzed, hogy ereszt a les valahol, vagy átrongyon rajta. Ez a lesnek a biztos jele, hogy nem jön oda az állat, akkor nem kell tovább gondolkodni, de mindig meg lehet találni az okát. Bújom az internetet, rengeteg fotós barátom van, akinek a képei beérkeznek hozzám, megkérdezik a véleményemet, hogy mit szólok hozzá, és van egy óriási információanyag, és egy-egy témára rá tudok gerjedni. most például a következő téma, amivel foglalkozni fogunk, az egyik téma még idén, az a flamingó fotózás lesz Franciaországban. Volt nálam egy fotós vendég, és mutogatta a rosszabbnál rosszabb képeit, de volt közte olyan, ami azért úgy már hagyott némi mutogatta a rosszabbnál rosszabb képeit. Viszont láttam egy olyan óriási téma, hogy flamingók táplálkoznak egy sekély vízben, az emberekhez viszonylag közvetlenül, egy vadmadárról van szó, ami egyébként mondjuk 100 méterről elrepül, de ilyen körülmények között 2 méter oda megy a fényképezőgéphez. Erre beindultak a fogaskerekek, elkezdtünk a csapatommal dolgozni rajta, hogy milyen módon tudunk. De előtte még mondtad a srácnak, hogy na ez az a téma, ami vakvágány, ezzel nem foglalkozzál, ez patágász. Engedd el, majd én megoldom. Igen. Valamennyire szelidek, mert megszokták azt, hogy 100 000 turista megy erre a vidékre, ez a Rón folyónak a deltája. 100 000 ember oda megy, és a folyamatosságot azt minden madár meg tudja szokni idővel. De ezek már viszonylag közvetlenek, 5 méterről bárki meg tudja őket nézni, de nekünk az 5 méter nem elég, hanem olyan 20 centire van szükség, mert egy halszon objektívvel fogunk fényképezni, és az objektív előtt legalább 20 centire, vagy még közelebb kell, hogy legyen a flamingónak a feje. Ezért csináltunk egy vízhatlan dobozt, amit letelepítünk a tó szélére. Ezeket a madarakat rizsre letetik, egyébként rákok tesznek, tehát nem tudom, hogy jött ez a vegva életmód. Kiszúrjuk elé a rist, a fényképezőgép elé, és reméljük, hogy oda fognak jönni. Na most van olyan, hogy te például becsapod az állatot, és madárhangot utánzol, fütyülsz nekik, viszel egy kis magnóról valamilyen hangot, amire ők tudod, hogy mondjuk megérkeznek, oda jönnek, tehát neked át kell verned az állatot ahhoz, hogy mondjuk le tud fotózni? Hát ennek olyan negatív kisugárzása van. Keresünk valami más színű szavakat. Ez nagyon tetszik, hogy felveszel valamilyen madárhangot, tudod, hogy arra megérkezik, vagy párzó hangot, vagy bármit, és azt lejátszod neki, és egyszer csak látod, hogy jön a madár. Igen, szoktam ilyet csinálni. Igen? Igen. És magnóról bejátszod? Vagy? Magnóról bejátszom, igen. A sivatagi showban például igaz volt az, hogy, vagy igaz lehet az, amit ott eljátszottak, hogy strucnak költözött néhány ilyen kis ágnak, meg mindenféle ilyen... Hát el tudom képzelni, egyébként az egy hihetetlen jó film, és 40 év után is megállja. Olyan poénok vannak benne, hogy... Ha jól össze van csalva, az a leginkább összecsalt természetfilm, ami valaha létezett. Ezek ilyen kicsi csalások azért. Tehát az ember, aki azt csinálta, azt nagyon pontosan tisztában volt az etológiájával ezeknek az állatoknak. Hogyne, de nagyon össze van csalva. Amikor én most kijártam Dél-Afrikába és beszéltem dél-afrikaival erről a filmről, akkor hogy húzták a száját, de mondom, figyelj, már 40 évvel ezelőtt csinálták. Tele van poénnal, azért hiteles, elég jó. Hát most persze idomítani kellett az állatokat egy picit, hogy forgass részen, akkor még filmre forgatott, egy egyszemélyes táb volt, Jamie Hughes forgatta az egészet. Hát az egyébként tényleg érdemes megnézni. Csak egy pillanatra ugorjunk már vissza erre a Dél-Afrikára, nem vagy te maláriás gyerek? Mondj már 3 mondatot erről a Dél-Afrikáról, merre voltál? Malária gyógyszert ne szedjetek, mert a májátokat tönkreteszitek. Ebből a megfontolásból nem szedjük mi is, ezt később nagyon fogjuk bánni. Most még egyelőre ez jó ötletnek tűnik. 50 millió ember él, vagy 55 millió ember él Dél-Afrikába, és ezekben nagyon kevés hal meg maláriába. Hogyha mondjuk egy olyan párhuzamot vonunk, hogy mondjuk Magyarországon 10 millióan laknak, és hányan halnak meg autóbalesetben, akkor ne üljetek be autóból, taxiból. És te se szedtél soha? Hát azért ott vagy Mocsár környékén, Tabak környékén, azért ahol mondjuk... Hát védőoldásokat fölvettem, de azt hiszem Dél-Afrikában nincs is semmi. Aha. Jó, meg a teleseid azok steril környezetek, érted? Padlófűtésből. Meg te érülétetted mégis más. Mi volt a legtöbb, amit készültél, vagy vártál egy állatra, és hiányérzetet okozott, és még mindig nincs meg? Van Több év? Mi volt az? 2003 óta foglalkozok azzal, hogy fotózzak villámfénynél állatokat. Villámfénynél állatokat? Aha, tehát oda kell menni, ha vihar van, vagy csak hogy néz ki, meghallod, hogy... legyen vihar, meg villám, meg ott is egy fényképezőgép, ami ráadásul működik. És ez a 3, ez nagyon nehéz. És előre nem lehet kiszámolni, hogy hol van vihar. És akkor megnézed a térképen, hogy hol van állat. Igen, jön a vihar, autóba ülsz, és lerohansz oda, mondjuk vihar van, mondjuk Kecskemét környékén. Nem, sajnos nem tud így működni, mert akkor a hatékonyságot lehetne jól növelni, hanem azt megpróbálom befolyásolni, hogy az állat hol legyen. Tehát vagy kinézni egy olyan helyet, ahol az állat garantáltan van, mert egy éjszakázó hely, vagy oda tudom csalni valamilyen módon. És azt várom, hogy az állathoz oda jöjjön a vihar, mert ennek van realitása. És fontos, hogy ne látsz, hogy jön a lábán a spárga. Azért nagyon fontos. Pont ezt akartam kérdezni, hogy van olyan, aki szerinted csal? Hogy ne lenne. És szerintem az a fontos, hogy az ember saját maga etikájának ebben feleljen meg, mert az, hogyha most én természetfotós vagyok, és akkor leköltözgetem a madarat, az már nem természetfotózás. Az nem. Egy autóverseny is beérhetek ugye a célba, hogy nem a rajtól indultam el, hanem 10 méterrel a cél előtt, de az nem autóversenyzés. És olyan volt például, hogy ültél a lesben? Vártál mondjuk egy hónapja, egy hete, és csak mellőled vagy mellette 10 méter egy szalmakalapba megérkezett egy másik fotós. Egyébként is kiderült, kiszúrtál egy lest, egy másik lest, egy mozgó lest. Hogy a francba mozogsz? Hát gondolom baromi nagy a verseny, nem? Hát most már sokan vagytok, mindenki jó képet akar, mindenki azt a bizonyos nagy pillanatot akarja elkapni. Hát egymás konkurenciái vagytok. Volt ilyen? Ugye egyszer csak fölbukkantott melletted valaki? A mellette nem, de olyan volt, az egyik barátom fotózott szarvasokat, azt hiszem Gemencen, és már kint volt egy néhány napja. és megjelent egy monoklinis nő, és kifeküdt elé. És de nem csak vizionálta már, 4 nap után valóban ott volt? Valóban vannak a dokumentációk. Nagyon jó. Ugyanez az ember, csak az, hogy hihetetlenül legyen a sztori, kérdezi egyik a másiktól, hogy na, nálam mi a helyzet, nálam nem jöttek be a muflonok, vagy éppen amit akarsz nekik, azt mondja, hogy hát nálam bejött egy, itt van egy pirosegű páviá. Igen. Tényleg, és kiderült, hogy elszabadult a cirkuszból, és azt fotózták. Ez milyen komoly. Azért, hogy szarvasra válsz, és megérkezik egy páviá. Ha már itt van, lövök párat. Igen, hol a francba vagyok? Egy ilyen laikus kérdés, hagyd tegyük föl. Színezel utána ezeknek a képeknek? Hát azt tudták kérdezni, hogy mennyire nyúlok bele Photoshop-ba, hát nagyon bele nyúlok Photoshop-ba, de ez nem azt jelenti, hogy szétmanipulálom a képet. Milyen színűek ezek a madarak például eredeti? Lilák. A Photoshop egy olyan eszköz, ami azt a célt szolgálja számomra, hogy a valóságot visszaadjam, amit a terepen láttam, vagy amit a kamera láthatott, hogyha éppen nem volt a kezemben. Mert a kamera által készített kép, az vagy egy automata beállításon agyon szaturálja, agyon élesíti a képeket, vagy teljesen hókat színe lesz, és én hát az emlékeimre bízom, megpróbálom rekonstruálni azt, amit én a teremben láttam. Amit ott láttam. Van most olyan kép a fejedben, amire vágysz, vagy ami egy álomkép, egy állatnál? Tehát amire vadászol, ami most ott van a fejedben, és hónapok óta azon gondolkozol, hogy hogy a fenébe tudnám ezt az állatot elkapni, hol tudnám elkapni, hogy tudnám megfotózni. Van nagyon, nagyon sok ilyen van. Az egyiket emelném ki, ami már elkezdődött egy pár héttel ezelőtt. Tamásiban voltunk, dámokat szerettünk volna fényképezni csillagfénynél, tehát csillagokkal a háttérben. És már minden összeáll, csak a dámok hiányoztak. És most azért fogunk visszamenni, hogy hát... 4 lába van? A Dániában laknak a dámok. Jó, hát a dán van. Dám, aha, az 4 lábú. Jó, és vadisznók ugyan voltak, de dánok nem jöttek. Dánok se, senki, se Norvéga, ezek a rohadt dánok, ezek nem járnak. Figyelj, ezek éjszaka nem járnak, hát ott... Inkább a norvégokra menjetek. Ebben a témában az óriási lehetőséget, egy nagyon jó képet lehetne csinálni, de még be kell lőni a gólt. És ezért vissza fogunk menni, mert most már tudjuk pontos helyszínt, hol a legjobb, ismerjük az állatoknak a mozgását, a technikát felépítettük tökéletesen, és most már tényleg csak az a fránya dám hiányzik. Ezeket a képeket te utána eladod, vagy értékesíted? Hát nyilván itt egyfajta önmenedzselésről van szó, tehát nem a pénztárcádban akarok turkálni, de azért a lest megépíteni, több főstábbal dolgozol, utazni külföldre. Hát egy ilyen ember, aki a természetben mozog, az nem mindig mozog jól az anyagi világban, hogy megteremtse a lehetőségeket. Ezt hogy tudod összeegyeztetni? Van egy menedzsered, vagy van igazából egy ügynököd? Vagy... Igen, egy nagyon csapatmunkában dolgozom, van egy menedzserem is, asszisztensem is, operatőröm is, és most már ez egy csapatmunka. Hát lassan ki se kell elfotózni, nem? Átküldik a képeket, kicsit. Automata berendezés, igen. Otthonról exponálsz. Igen. Hát nekem a pénzverés az mindig egy ilyen melléktermék volt. Tehát én már kezdetekben is úgy álltam ennek neki, hogy valamit tudjak fanatikusan csinálni, aztán a pénz az majd úgy jön, mert ez egy, az, hogyha valamit úgy elkezdek olyan módon művelni, ahogy mások nem tudják, akkor abban valamilyen módon is lehet pénzt. Hát igen, csak láttam most itt a képédet Afrikában, most éppen egy lesépül, majd amit elfektettek és leraktok a víz alá, úgyhogy éppen tényleg csak a fejed lógjon ki. Hát azért oda 4-5 ember kiutaztatni, hát azért ehhez... Hát ez most például úgy működik konkrétan, amire rákérdeztél, hogy ugye 99-ben építettem lest egy ilyen kis szárkúból, aztán építettem egy kicsit komolyabb lest, aztán még komolyabbat, amit láttak az interneten sokfelé, és ez az afrikai terület tulajdonos már azért hívott fel, hogy szeretné velem leseket terveztetni. És azért utaztam ki megnézni a területét, láttam, hogy jó, nagyon jó a fickó is, iszonyat kooperatív, nagyon rámenős, és akkor terveztem neki egy lest, azt pikpak megcsinálta úgy, hogy csili-billi. Ez lett a burzsalarab. Ezért érdemes volt neki még egyet tervezni, és most én nekem van egy lehetőségem gyakorlatilag ingyen járni Afrikába fotózni. Meg közben leseket tervezni. És akkor melléktermékként meg ugye építek neki egy pár lest. Most több 10 000 képed van nyilván, vagy több 100 000 kattintás, ami a kezedben van. Hány olyan képed van, ami ebből szerinted tökéletes? És hibátlan. Hát ez szubjektív, de mondjuk 3 képre vagyok nagyon büszke. 3 képre? Igen. Több 10 000 vagy 100 000 képből összesen 3 képre vagy büszke. Igen. Ebből az egyik ez a pelikános, a másikon levélvágó hangyák vannak, a harmadikon pedig... Az is itt van, a hangyás kép is itt van. Egy ágról csüng egy kígyó, egy Kosztorikában, és egy kolibri néz vele szemben. Ez a hangyás kép, amikor cipelik a leveleket? Nem, ez volt a fő téma, amivel dolgoztam, hogy különböző színű leveleket szállító hangyákat fotózzak, de a képet, amire leginkább büszke vagyok, azt egy melléktermékként fotóztam egy éjszaka alatt. Tehát nem az volt a projekt, hanem ott a helyszínen improvizálva készültek a képek. Őszintén hányféle növényből válogattad össze a leveleket? És minket oda, hogy ezt nyomod. És beszélted meg a hangyák, hogy gyerekek, vigyétek el, rohadtul nincs erre idő. Még egyszer elmondom, a rózsaszín megy elől, a zöld az utolsó. Nem érted? Na figyelj, gyorsan elmondom, mert ez fog neked tetszeni, hogy Az volt a probléma, hogy össze-vissza szállították a leveleket, ugye? Tehát nekem megrendezett... Milyen ösztörösek ezek a hangyák? És elkezdek gondolkozni, most a ragasztó azért annyira csak nem jön el, hogy nem természetfotózás, most hogy neki adom a levelet, az meg azért nem jön, mert látszik, hogy én adom neki. Tehát nyilván kipróbáltam, hogy az hogy néz neki, de ha én vágom ki ollóval, az nem olyan, mint amikor ő rágja ki. Tehát neki kell kirágnia, saját magának kell, hogy érezze, viszont nem akartak rendezett sorokba menni, ezért kitaláltam azt, hogy mesterséges szélre lenne szükségem. Most az őserdőben minden kapcsolatot távol, térerő nincsen, hogy csinálják mesterséges szelet. A Lodge-nak a számítógépéből kiszereltem a hűtőventilátort, azt beraktam az ág alá, és amikor egy olyan színű hangya érkezett, ami nekem tetszett, akkor bekapcsoltam. Egyébként egy ilyen annyi volt a kapcsoló, hogy akkumulátorra egy autó akséra rá kellett zárni egy érintkezőt, akkor beindult ez a mesterséges szél, és az a hangya, ami mondjuk oldalt szállította ezt a levelet, az felsétálta a tetejére. Hát komolyan mondom, kikérem magamnak. Én meg megyek érted a kiállításodra, nézem a képeket, nézd már az a hangya, hogy viszi, az közben meg van ventilátorozva. Hát milyen cudarvilág ez a természetfotózás. És alulról meglöktet kicsit széllelőket, és azok ugye fölállították a leveleket, feltesszük a képeket a Facebookra, ugye a képen úgy néz ki, hogy mindegyik hangya cipeli a hátán a levelet, de a levelek nincsenek eldőlve, hanem itt a házat ugye viszik a hátukon. Széllel fújdogálod őket. És a színe honnan van? Most mondd el, a színek honnan. Az Photoshop. Szenzációs, szenzációs egyébként, és erre a képre vagy többek között büszke, ez egy mellékterméke. Nem, ez volt, amivel 2 hetet dolgoztam, meg csináltam vagy 20 000 képet, az egy eléggé kemény munka volt, egyedül abszolút, tehát olyan sötét volt, mint a bivajba. Elképesztő körülmények, viszont az a kép, amire ennél büszkébb vagyok, az meg melléktermék volt, hogyha tovább pörgeted, ez egy zöld tónusú kép, és ami látszik, amint a levélből rágják ki a darabokat. Igen, ez az? Igen. Hát ez is egy szenzációs kép, igen, ezt is feltesszük. Itt a levél alulról van megfotózva, a levél másik oldalán vannak a hangyák, mint egy megvilágítva, és közben néhány hangya benéz a levélen, mert hogy lyukat rágnak a levél közepébe, és átnéznek őket, és láthatóvá válnak nem csak az árnyékok, illetve alul meg ugye cipelik az általad megfújt leveleket. De itt már nem fújtam. Nem, itt már rájuk van ragasztva, tudod, és már eldobták volna szegények, de nem ment. Azért még fontos, bocsánat, hogy a ventilátort visszaszerelted, vagy azóta is fagyogotnak 5 perces túlmelegedés után a számítógépek a locsban. Csak estére kaptam meg a ventilátort, meg a kocsi akkumulátort is, tehát minden reggel vissza kellett szerelni. Mire ébredtek a locsba, addigra vissza volt forrasztva. Kérdezi egy hallgató, hogy ugye mi most indulunk Dél-Afrikába egyébként 6 hétre, hogy olyan kép nem érdekel-e, hogy éces denevér támad emberre. Aha, ja. Mert hogy lesz ilyen. Igen. Nincs hely esetleg a vágyálmok között egy ilyen kép elkészítése. Valami ladát emlegetnek, amit láttak a spektrumon, hogy van-e benne fék? Azt imádják, azt a ladát. Igen, van benne fék is. Töcre indult, tehát zseniális. Ez egy álca ez a lada? Hát amikor én kezdtem, akkor én iszonyat csóró voltam, semmire nem volt pénzem, és a ladát vettem meg a szüleimtől. Valami ilyen, azt hiszem, 70 000 forintért. 2006 körül. Aha. És akkor ezt a gépet, nem, 2004-ben, már 10 éve. És akkor ezt a gépet kezdtem el nyűni, ezzel építettem fel a tanyámat, aztán, hát mivel akkor már ezek a képek szerepeltek a médiában valamennyire, kijöttek a tévéstáboktól, és akkor ez volt a közlekedési eszköz, így ismerte meg a nagyvilág, de azóta sem zúztuk be, mert ha jönnek hozzám vendégek fotózni, akkor kifejezetten kérjük, hogy menjünk a ladával. Mert hogy szervezel ilyeneket is, igen, hogy lehet hozzád menni. Azért azon gondolkozom, hogy nagyon jó munka ez, nem? Szóval annyira meditatív lehet, annyira kikapcsol, annyira természetközeli, hogy pontosan ezért az ember abszolút meg is érti, hogy neked egy napot el kell töltened a fővárosba, és a hajad kihullik, és menekülsz vissza, hogy azért ez egy rettenetesen szép munka, nem? Amit az ember talán nem is érez, hiszen minden nap csinálja. Meg annyira változatos. Nem lehet belefásulni, mert 30 szakma az, amiből szükség van ismeretekre ahhoz, hogy el tudjuk érni az eredményeket. Például most szó volt néhány esetben a fotózásról, de mellett mi filmezünk is. Ezeket az ötleteket már az ötlet megfoganásától egészen a készkép elkészítéséig filmezzük. És ez egy újabb szakmát tárt fel. Ugye mi hozzuk létre ezeket a dolgokat, ezért szükség van némi építészeti ismeretekre, tervezni számítógépen, szükség van arra, hogy ezeket az anyagokat jól tudjuk használni, etológiát tudunk el, elektrotechnikát. Igen, azért ez már tényleg nagyon messze van attól, hogy egy ember gumicsizmában ül egy lesen és kattogtat egy szmenával, nem? Tehát, hogy amit az ember gondol, mondjuk. Bár annak is megvolt azért a maga varázsa. Annak is megvolt a szépség, igen. Kitaláltunk egy kitelepülést Bencével itt a hírek alatt. Nagyon jó, menjünk. Jövő tavasszal amikor is ugye hát lehet világosban mozogni, mert most már azért ugye mondtad, hogy télen inkább sötétben mozogtok. Azért, mert télen a fő téma az a les, ahol inkább dolgozunk, oda rétésre sokat csalogatunk, és annyira érzékeny ez a jószág Magyarországon, hogy nem szeretünk nappal mozogni. Tehát mi sötétben megyünk hajnal 5-kor, és 5 óra előtt nem is jövünk ki, mert rajta ülnek a les tetején a sasok, és hogyha megzavarjuk, akkor sokkal kevésbé fog visszajönni. De jövő áprilisban kimennénk Bencéhez. Megjön a kitelepülés? Itt ülünk a lesben, kedves hallgató. Nem, itt ülünk az üvegstúdióban, egy büdös állat nem ért erre. Tarts vissza, Feri, tarts vissza. A reflektorokat most már lekapcsolhatjátok. Igen, de hogy szépen egy ilyen kis kitelepülés szettel, ketten, hárman, tényleg mindenki kimegy, és elkísérjük Bencét egy ilyen 6-tól 10-ig terjedő intervallumban, egy természetfotózása, és közvetítünk a hallgatóknak, hogy mi történik a lesben. Hárman nem mehetünk ki, mert nyilván állat nem jönne arra, de majd megnézzük, hogy ki az, aki ki tud menni. Már látom magam előtt egyébként, aki megyünk a szettel, az azt jelenti, hogy Balázs megy majd egyébként Bencével a padlófűtéses, bőrüléses, kanapés lesbe, meg a Ferivel egy melegítő palackkal, meg félüveg slivovicával, ott egymáshoz bújva, mint két ilyen kis, hogy hívják, két ezüsthátú gorilla, ott fogunk reszketni, mint valahol. De szeretnénk, jó? Úgyhogy a jövő áprilisban, májusban. Aki akarlak vinni, úgyhogy húzhatok sorsod. Jó, addig találd ki, hogy mire lehet menni áprilisban, májusban. Én minden állatnak örülök, rettenetesen városi vagyok. Medvére, ember, hogy vízimadára fogunk menni. Vízimadára? Vízbe kell menni? Hát ha nagyon akarsz, lehet, de igazából papucsba is lehet jönni. Nagyon jó. Jó. Ez itt a Best of Morning Show. A Juli, hello, jó reggelt. Halihó. Hello, Juli. Na, kezdjük a játékot. A majom, ami fingik. Igen. És nevet. Oh, csodálatos kombó karácsonyra. Nevet, de undorító. Ott van az anyósod. Ugye? Hát mivel terhelik a gyereket? Ott van az anyósod majd, érted? Én állok félmeztelően nyakkendővel a fa alatt, az ölemben vagy a nyakamban, a gyerek pedig játszik az ajándékkal. Nem tudtam kihagyni. Az a durva, hogy én játszom vele. Figyeld. Ül a majom. Aha. A kék majom egyébként. A kék majom. Röhög. Röhög, mozog. Oh. Elfekszik. Jézusom, amikor jön a puki, akkor megáll a mozgás. 3 napja ezzel játszom. 3 napja ezzel játszom. Meg is értelek. Hisz ismerlek. Nem mondta, hogy nem jó. Az és a majom ülvekezik. Szintén röhögtél rajta. A legeslegjobb játék. Mi bajotok van vele? Hát nem jó? Még egyszer a puki? Hát figyelj, de ez legalább azt adja, azt nyújtja, amit megígértek. Aha. Nevet? Igen. Pukizik? Igen. Igen. Fetreng? Igen. Igen. És ami nem látszott, hogy ülve kezdi, és az egyik pukinál ő hanyat tesik. És utána úgy folytatja. Nem mondjátok, hogy nem jó. De nagyon. De. Nagyon jó ajándék. Tehát, hogy építi a gyereket, tudod? Tehát, hogy szellemileg is fejlődik tőle, kreatívá teszi, és a kézügyességét is javítja. Csomó társasjátékot, könyvet, tényleg a készségeket javító dolgot vehetnél a gyereknek. De minek, ha itt van a figyelme? Ez így van. Nem? Ne vedd már el tőle a gyerekkorát fel. Jó, nem akartam, csak én kérdeztem. Na, Juli, mit ígérnek ezek az állatok, vagy mi van ezekkel? Jó, kétféle termék van itt. Az egyik egy maci, a másik egy nyuszi, hogy állatvonalon maradjunk. Aha. Igen. Az egyik a bujocskázó nyuszi, kérlek vedd kezedbe. Bujocskázó nyuszi. A répát is. Gyerekek, meg ezek azért születnek, hogy a szülőknek ne kelljen bujocskázni a gyerekkel? Picit igen. Hát egy picit igen. Na, mennyibe kerül? Azt mondhatjuk, a terméket nem mondunk, 20-30, ezek ilyen horror drágák egyébként. Azért az annyira nem drága, nem? Szerintem, de mindjárt megnézem a neten. Mit csináljak vele? Kapcsoljam be? Kapcsoljad be, igen. Meg először a répádat is. Jóka, úgyis megtalállak! Bújcskázzunk! Aki bújt, aki nem, jövök! Na és most bele... Visszaszámolás, híz! Jó van, rohadt! Bújjál gyorsan! Ma most Benni kezébe adod a répát, ami szintén be van kapcsolva. Igen. És Benni 4 méteres körzetben, gyerekmunkasságban. De én nem vagyok a Benni, én nagyobb vagyok. Várj, fogd meg a répát, bújj el vele. Jó, csak mondom, hogy a répa az egy mosolygós, piros orrú, aminek világít az orra, be van kapcsolva, és a hátulján övcsatra föl lehet csattintani. Tehát te felteheted magadra, ha gyerek vagy, hogy ne kelljen. Tehát ez egy jeladó. Ott a már nincsen, vagy lefelé. Ne, Feri fölrakta a brére a répát. Igen, és most mikor nyomja meg még egyszer a nyulat, hogy kezdjen el bújni? Hát vagy le kéne tenni, vagy akkor maradjunk itt fönt. De az a lényeg, hogy ő ugye elkezdi keresni a srácot. Nyomja ki itt egy gombot? A szekrény mögött áldó. Csak hogy mit mond? Semmit. Na? Jóka, úgyis megtalálnak. Igen? Nyújtkázzunk. Aki bújt, aki nem, jövök. Még egyszer ne kapcsolj ki, mert lorba gyűrlek. Bújjál gyorsan. Fület le. Lehajtja a fülét a nyúl. Elbújik. Gyerek most nagyon szalad. Betakarja a szemét. Hát a bújócskánál el kell takarja. Betakarja a szemét a nyúl. Figyelj. 8, 9, 10. Fület fel. Aha. Gyerünk. Aha, és most lerakom. Nagyon jó. Menni fog padlószőnyegen is? Lerakta, megy a padlószőnyegen. Na. De hülye helyre bújtál fel, mindannyian látom. Egyből neki ment az asztalnak, most jön felém, neki megy a lábamnak, nem megy neki, érzi, hogy van valami előtte, tehát elindul. Feri körből 2 méterre van tőle a stúdió másik oldalán. Most neki megy a rüsztöm. Most Lacihoz megy. Laci tetszel neki. Most átöleli a Laci lábát, és párzó mozdulatokat tesz. Azt mondta a nyúl, hogy hideg. Aha. Tehát ő közben, amíg megtalált téged, szórakozta? Hogyne meg, hát nem az a lényeg, hogy rögtön bevág oda, ahol te vagy. Mit mondott, Laci? Azt, hogy akkor tévedett. Most rúgnék bele, nem? De hogy szülőként, de hogy jó, egyébként nem baj. De vicces, hát miért, de hogy bolyocskázol a gyerekkel otthon? Ugyanígy. Hát ez az. Nem találod meg egyből. Nem találod, de persze. Igen, a Balázs is a fülével takarja le a szemét. Jó, de hát egy nyúl, oké. Igen? Visszajött hozzám. És a Benni fogja a répáját. Azt kérdezi, hogy látsz engem? Tapsolj. Akkor tapsolj, Feri. De nem látom. Hát tapsolj. Mindegy, tapsolj. Jelez a fülével, de hallotta a tapsot. Guru. De jó, mikor segítesz. Hol a légpuskám? Megkereslek, mondja. Látsz engem? Tapsolj. Ez vakez anyu? Látlak. Aha. Igen? Ide bújtál? Kérdezte a nyúl. És visszajött hozzám. Aha. Hát gyerekek, ez elhasalt. Meddig keresi, Juli? Mit tudom én? Hát attól függ, hogy meddig tart ki a 2 góliás. Ez egy jó játék. Itt van a lábamnál. Hát azért szép, mert ugye a szülő így sokáig ráért. Tehát tényleg, ha 1 percen belül meglennél... De várj, maradj ott, ne gyere vissza. Én tartom, tartom a répát. Átadtad a répát. Az, odaadtam Juli kezébe a répámat. Mit csinál Benni? 4,5 órája bujocskázik. Igen, és a nyúl nem akarja megtalálni. Apa, kijöhetek vacsorázni. Figyelj, gyerekek, csak mondom, hogy a nyúl nem megy el a lábamtól. Aha. Itt mutat az én oldalamon, kb. 4 méterre Feritől. Aha, lehet, hogy ez is olyan, tudod, mint amikor a kiskacsák kikelnek, akit először meglátnak, ő az anyu. Tehát te kapcsoltad be először, te vagy anyu. Ez a rohadt papagája, Charlie, az se kopott le. Papa is. Azt nem értem, hogy bútorok mögé szoktunk elbújni, nem? Hogy a gyerek oda bújik, ha nem lát át a... tapéta mögé. Ezt buktassuk meg. Annyira nem talál téged, hogy... Aha, most neki ment a lábamnak. Aha. Nem lehet, hogy beleléptél valamibe és vonzza az illat? Na, Feri arrébb hozta, kikerülte vele a pultot, és oda tette Julihoz 2 méterre. Semmi, neki ment a... És elindul felé. Figyelj, visszajön! Figyelj, és itt van, és jön megint vissza. Figyelj, jön! Itt van. Figyelj, itt van új... Azt mondja, hogy hideg, és itt van a lábamnál. Jó, gyerekek, engedjük el, ez nincs. 4 méteres körzetben vagyunk, és gyerekmagasságban van a répa. Állítólag azt mondták, hogy ennyit kell csak tenni, de ez nagyon nem talál minket. Feri otthon is előszokott fordulni, megfogod sohának a fülét, és na jó, most már ebből elegem, hogy gyere, megmutatom hol. De nem, ami ennél sokkal fontosabb, hogy az előszokott fordul, hogy béka nem találja a répádat, Feri? Nem, az mindig megvan. Harcra kész, kemény, új répa. Juli annyira nem talál meg. Juli, rajta nincs már tartó? Sosincs rajta, nem vetted még észre? Hideg van? Hát oda kinne egy kicsit. Mit fázol? Hát csak így fölnéztem Julira, fölállt, hogy oda menjen a nyúlhoz, és ott... Mi van, Juli? Én eddig a nyúlra koncentráltam. Vastag a bűveget megkarcolnám, mi? Konkrétan jeget lehet vele vágni. Hideg van kint, Juli? Vagy fázol? Elcsört valamit? Ez nyílt törés? A nyúlra gerjedsz, vagy a répára? Rakjál rá tapaszt. Játékokat tesztelünk? Na, mi van a nyúllal? Elhasalt? Nem adjuk meg. Jó, ezt gyerekek, ez nem adjuk meg. Most már kitettem a folyosó közepére, 1,50 méterre vagyunk a nyúltól, a nyúl háttal áll a répának, és megy neki a falnak. Nem van még egy megoldás, hogy ráraknak egy matricát, hogy Balázs közelében ne játszunk vele, mert minden nyúl vonza. Van egy interaktív macink. Igen? Kikapcsolod, Júlia, nyulat? Most kapcsoltam be újra a répáját, hát ha. Gyerekek, ami elbukik, nem adjuk meg. Kapcsolt ki egy lépéssel, Feri. Lépj a torkára. Jó, sajnáljuk, nem adjuk meg. Nem. Ezt nem tudjuk megadni. Tehát ez a nyúl, ez nincs. Ez neked jó? Mert hogy ez... Ez a varázsmedve, de nem áll, hogy... Ő a varázsmedve? Gyerekek, mondom, mi van. Unatkozom, játszani szeretnék veled, ha egy kis ideig nem foglalkozó Brunoval, elunja magát, elálmosodik. Ha álmos, akkor 40 másodpercet van arra, hogy megcsikízd, megetesd, mindjárt elalszom. Ez egy interaktív maci? Aha. Interaktív maci. Az én játékok miatt szeretem a posztapokaliptikus horrorfilmeket, mert ott már nincsenek ilyenek. Mi baja? Beteg a maci? Hogy mond? Gyerekek, ez a medve néz rám és pislog, most mit csináljak velem? A gyereknél hát tudom, hogy cucit teszek a szájába, ráteszem az anyja mellére, tisztába teszem, de ez a medve néz rám és nyög. Én bekapatnám vele az orromat. Csikizi a talpát és a maci röhög. Nekem ez más hang, de... Amikor panelbe laktunk, pont ilyenek jöttek át a falon. Igen, csikizték a bácsi talpát. Aha, tehát értem, ez egy interaktív maci, amivel csinálhatsz különböző dolgokat. Igen. És most mit csináljak? Ettessem meg. Van egy ilyen mézlepergető a kezemben. Egy magnummal. Aha. Pislog és a fülét mozgatja közben. És megijeszthetem. Megijeszthetem? Erős zajra összerándul, figyelj. Te rohadék! Egy medve életet tettél tönkre. A medve megijedt és becsukta a szemét. Hát... Ez nem rossz. Ez nem rossz, végül is megcsinálja ezt, amit ígér. Igen, egyébként igaz, a tesznek ugye az a feladata, hogy megcsinálja, amit ígér a medve, és megcsinálja. És igen. Ha megöleled, akkor visszaöleled. Öleld már meg, ne legyél már ilyen szívtelen. Ne legyél már, öleld már meg. Gyerekek, 2 hét és ölelgetek egy újszülött gyereket, mit csinálok egy medvével? Na, gyakorolj. Gyere a papához. Visszaölel, érzed? Megszorít? Elaludt. Igen? Elaludt? Nehogy felébrezd. Alszik a pici papa. Jaj, te kis aranyos. Jaj, te puj, te kicsi pici papacska. Így van. Lepasszoljuk. Nem akarnék a gyereked lenni. Itt gyerek, merre veszlek, meg szoptatlak? Én nem azt anyát csinálja. Jaj. Te kis aranyos vagy. Elviszünk majd Veresegyházán. Medveparkba. Na, bekakírtál, menj anyádhoz. Aha. Tiszta anyád van. Gyerekek, ezzel nem tudok mit csinálni, hát ez ígér valamit, azt csinálja, nyög. Igen. És aztán a gyerek majd csinál valamit. Csikized, reagál rá, megöleled, elalszik, cumisztatod, örül neki. Cuki a pofia, de szerintem nem tudom mennyi idő után mondja. Nem cuki. Aha. Tök cuki. Aha. Így nézd meg, hogy pislog és mozgatja a fülét, és közben az arcát... Csak ide, az ijesztésre vagyok kíváncsi. Itt, tehát ül mellette, nyű. Sírszegény. Egyébként konkrétan leesett az asztalról. Hát nem tudom. És berepett a szeme. Gyerekek, tudjátok mi van? Mi? Mondom Beni Jézuska levelét. Most baj van. Kedves apu. Kedves Jézuska. Elhallgattad azt a macit? Itt szól, lefotóztuk mégis a levelet. Mégis inkább az avantgardot kérni. Igen, nagyon örülnek, hogy Maseratinak, igen. Ő megfogalmazt és Viki leírta. Ezt írta, figyelj. Kedves Jézuska, Sebestyén Beni vagyok, a Szivárványos oviból. Nagyon jó beazonos, nehogy máshova vigyél. Még mindig nem festették ki normális? Most esett le, figyelj. Most karácsonyra egy olyan mackót szeretnék, ami pislog a szemével, mozgatja a száját, tud mozogni a füle fölle, és úgy hívják, hogy... ... Az itteraktív mackó. Itteraktív. Az ez. Az ez. Gratulálok, kedves Balázs. Nagyon jó. Nálunk lehet kapni olyat abban a bevásárlóközpontban. Kedves Jézuska, légy szíves, vedd meg nekem, mert ügyes vagyok judón, és szépet rajzolok neked, ha jössz, ha nem. Akkor viszont megütlek. Nagyon várlak. Csak szeretném észrevenni, hogy mikor vagy itt. Tedd be nekem ezt a falát, cserébe megígérem, hogy mindig jó leszek. Aha, egy kis szülői nyomás a végén, én azt érzem. Azt nem írta, hogy és cserébe megmutatom neked a fingó... Épp most hasonlítottuk el a tesztet. Gyerekek, ez a maci annyira durván jó, hogy komolyan igaz, hogy jó? Ezt komolyan mondom, nem. Bárki a forgalmazója 3-at küldje. A maci az átjött. És megvan a karácsony. A maci nagyon. A maci működik. Az zseniális volt. Az egyszerűen hihetetlen volt egy csor. Én még nem láttam. Ja, ez nem igazi maci? Az, ugye? Megtévesztésig hasonlít hozzá. Egy az egybe. Édesem, ő írt levelet a Jézusra. Nálatok is van levélírás? Van, persze. Na, minden nap 2. Tudom, nálatok a mesélő póni. Az mesélő, de azt már mondtam, hogy az nincs, sajnos. Nálunk a Beni már nem játszik vele, én olcsón odaadom neked. Pénzkénél érted? Szemét vagy. Felébe meg vagy. Felébe eladom. 3000-et adok. Viheted. Nálatok már virág ugye nem nyilván. Nem, ő már ilyen komolyabb dolgokban gondolkodik sajnos. Aha, viszont nem tőle. Mert azok már megfizethetetlen. Igen, de ezeket hál' Istennek most a nővéremtől kérte ide. Jó, gyerekek, a nyulat nem adjuk meg, nem tudom ki honnan küldte, vette, szerezte, Juli, kaptuk, tesztre nem adjuk meg. A Maci csinálja, amit ígér, hát nyilván 40 éves fejjel ez már egy picit kevés, de a gyerekeknek ez tulajdonképpen átment a tesztem. Egy interaktív Maci, pislog, csikizet, nyög, pukizik és minden, ugye? Igen, azt adjuk, a maszkót adjuk neked. Gyerekek, mi van, ha Benninek azt mondom, hogy figyelj Benni, nincs ez a Maci, viszont van ő. Mert ez tapai Szomorú lenne, vagy örülne? Az a baj, hogy nem interaktív. Igen? Pukit? Fingos majmok mindenkinek. Jézus. Gyerekek, hát kiről szól a karácsony, ha nem a felnőttekről? A gyerek boldogtalan lesz a fal, te viszont nagyokat vidulsz, nem? Hát a gyereknek a legnagyobb boldogság, ha boldognak látja a szüleit, nem? Azokat az embereket, akiket a legjobban szeret. Ennyi. Jó lenne, ha szomorúak lennénk karácsonykor, nem lehetünk szomorúak. Így van. Nézd, Benni, mit kaptam. Látod, nagykörmérő kézifegyver, az van ideírva, desert iglő, vagyis nem replika. Kimenjünk lőni egyet a kertbe? Már nagyon régóta vágyott erre. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen bűve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes cikket találtunk, és ez arról szól, azt összesíti, hogy ugye a szállodai dolgozók szeretnek arról panaszkodni, hogy a vendégek bosszantják őket, milyen egy bosszantó vendég. Ezt már sokszor kibeszéltük mi is, ezt már sokszor átbeszéltük, de most egy weboldal egy csokorba szedte, és gyűjtötte azokat a retteneteket, amivel mi szállodába menők, nyaralni vágyók, szállodázók, szállodát igénybe vevők találkozhatunk. Mik azok a bosszantó dolgok, amivel, ha valaki ugye elmegy szállodába, szeretne egy wellness hétvégét eltölteni, vagy a párját elvinni, vagy a kis családjával szállodázni belföldön, külföldön, milyen idegesítő dolgokkal tud szállodában találkozni. Hát szerintem ezt 9-ig tudjuk sorolni. De hát van belőle bőven, főleg, hogy most voltunk ugye több mint egy hónapot szállodáztatok. Ott éltünk. Konkrétan másfél hónapon keresztül egy szállodai szobában laktunk. Egyébként egy nagyon jó szálloda volt, ezt megtapasztaltuk, szerencsénk volt. Nagyon jó szálloda volt, de nekem például heróton volt attól, hogy bejelentkeztél a Wi-Fi-re, amikor megérkeztél, csak mondom. A Wi-Fi-re. Na nézd, ahhoz, a függő. Nem vagyok függő, de ahhoz, hogy a családdal tartsd a kapcsolatot, ahhoz kell a Wi-Fi. Tehát, ahhoz kell egyébként. Én már Skype-on olvastam mesét a gyerekeknek esténként, és hogyha, kimentél a szállodából, megszakadt a Wi-Fi kapcsolat, visszaértél, és ahelyett, hogy automatikusan csatlakozott volna, mi történt? Loggoljál. Login, amit ugye megjegyzett a telefonod, tehát neked automatikusan csatlakozott volna, de a szálloda rendszere olyan volt, hogy ő mindig kérte újra. Mindig megnyitod a weboldalt, beloggolsz, azt mondja, jó van, most már mehetsz. Igen. Hírek után, ha valaki, aki egy szálloda menedzsereként dolgozik, nyugodtan hívjon bennünket, hogy választ kapjunk egy-két kérdésre, és egy-két érthetetlen jelenségre, amivel ugye mi laikusok úgy találkozunk, hogy nem teljesen értjük. De biztos nyilván mindenféleképpen szükséges és jó. Tehát azt mondod, hogy téged a Wi-Fi. Tehát legyen ott Wi-Fi. Például, igen, ha már van, ne legyen kötelező, de ha egy szálloda azt abszolút mondja, hogy nála van Wi-Fi, nem kell, mert beszélgessél, szeretkezzél a pároddal és egyebeket csinál, ne Wi-Fi-zél, ha így egyedül vagy távolban, akkor kell a Wi-Fi. Szeretkezzél magaddal. Kell a Wi-Fi. Akkor magaddal, te Wi-Fi függő vagy. Hát figyelj! Ha már Wi-Fi-t mondasz, az, hogy kimész a szállodából, leloggolod, szerintem oké, egy gombnyomásra beloggolsz. Én értem, ez idegesítő. De én rosszul vagyok azoktól a szállodáktól, amik egyébként horror pénzt kérnek el, hogy te ott lakjál egy éjszakára, és azt mondják, hogy wifizni csak és kizárólag mondjuk az aulában tudsz. Az nagyon gáz. Igen. Miért nem adják oda a Wi-Fi-t nekem a harmadik emeletre? Miért nem Wi-Fi-zhetek én a szobában? Kifizetsz egy éjszakára 40-50-60 ezer forintot. Most tényleg minden emeletre még betelepíteni egy olyat, hogy te nyugodtan wifi-zél a szobában, ők wifi irigyek, ez annyival megdobja egyébként a szálloda költségeit. Igen, mert nem az hiszem. Éjszakai portás nem tud akkor a sávszélesség miatt, mert te wifi-zél, ezért aztán ő nem tud. Igen, na de ezt adom. Wifi, jó. Mert neked fontos. Nagyon fontos. Szerintem mindenkinek fontos a wifi. Jó van, wifi van. A csomagodat nem teszed le, Balázs? Gyerekek, mert nála ez az első. Figyeljetek, én láttam 100 embert becsekolni a magyar szállodában most, amikor a Celebet forgattuk, 100 magyar becsekoló embernek az volt az első kérdés, mi a wifi? Wifi. És mindenki remegett, és ha valakinek nem logolt be a telefonja, sorok álltak a recepción, hogy mindenki tudjon beszélni a recepcióssal, hogy miért nem logol be a telefonod. Ennyi wifi függő embert én nem láttam. Mindenki, gyerekek, mindenki wifi függő. Internet függő, úgy értem. Nem mindenki, de te igen, és ott kint meg azért kellett a wifi, mert nyilván távol vagy 6 hétig a szeretteidtől, akkor kell a kapcsolat. Plusz, hogy tud közölni a Facebookon, hogy most ott Afrikában meleg van, az egy nagyon fontos dolog. Én a melegvizet néztem meg elsőt. Nem. Te elmondom, mit néztél meg először, hogy hova tudod kiteregetni az oknyaidat. Egyiket ezt is. Tehát az első kérdés neked ez volt. Tudok, hogy az olyazókeret elbír. Na, én mondok fejből egy-kettőt, és aztán mondjátok, hogy adjátok, vagy nem adjátok. Én elég sokat szállodáztam, de szerintem ebben mindenki ismerni fogja. Miért kell, ha véletlenül elfelejted kitenni a ne zavarjanak táblát, reggel 7 és 8 óra között megkérdezni például a szállodákban, hogy szeretnél-e tiszta törölközőt? Miért van arra szükség, hogy reggel 7 órakor neked bekopogjanak, hogy housekeeping, törölközőt kérjenek, bejöjjenek és felébresztenek, és amikor rájönnek arra, hogy te ott alszol a szobádban, akkor halkan becsukják az ajtót és elmennek. Na ez miért kell? Sok szállodai szoba van, és ahhoz, hogy tudjanak végezni, este 5-ig, ahhoz korán kell elkezdeni. Teljesen jogos, tehát hogy ne az legyen, hogy valakit meg majd rohadtul idegesít azt, hogy délután 4-kor kopognak be hozzá, hogy kellene neki tiszta törölköző, amikor neki reggel lett volna rá szüksége, mert hogy ugye végig kell menni az összes szállodai szobát. Én ezt értem, de azért mész egy szállodába, hogy pihenjél. Reggel 7 órakor kell azt a szobát kitakarítani? Reggel 7 órakor kell bekopogni, hogy housekeeping, bejönni és megnézni, hogy ott vagy. Nyilván ott vagy, hol lennél reggel 7 órakor? Hát pihenni mentél. Nem? Aha, igen, nem, de legyen 300 darab takarító, mert 300 darab szabályuk van, és mindenhova 10-kor menjenek. Na? 1, 2, 3. 10 óra. Housekeeping. Én ettől megtudok, tudom, én vagyok a hülye, hogy nem teszem ki a ne zavarjanak táblát. Ha kiteszed, és úgy nem kopognak be. Aha. Tehát tett ki, légy szíves, legközelebb. Jó, benneteket ez nem? Ezt nem adjátok? Én mosom szárítom törölközőimet, úgyhogy nekem ez nem számít. Én ettől meg tudok őrülni. Aztán van más. Tudom, hogy mi az oka annak is. De mondjuk megérkezel reggel 9 órakor. És nem engednek be. Neked van egy szobafoglalásod. És azt mondják, hogy délután 3-ig te nem mehetsz be a szobába. Mert még nincs kitakarítva. Az miért az én problémám? Hát, mert a kedvenc szállodában mész, és az a kedvenc szobád, és még mindig nem tudták renoválni azóta, hogy legutóbb ott voltál. De nem így van. Én értem, hogy 11-kor tud kicsekkolni az előző vendég, de hát akkor oldják meg, hogy neked ne kelljen 3-ig ott várni. Jó, nem? Mondjuk, ha 11-kor csekkol ki, és te már 9-kor be akarsz költözni, az ciki, de a 11-kor miután ő kicsekkolt, hogy én miért nem tehetem be a bőröndömet, délbe. Ezt adom. Tehát 11 órakor kötelező kicsekkolás van egy szállodában. Délben te megérkezel mondjuk, és azt mondja, hogy még délután 3-ig nincs kész a szobád. Hát ő 11-kor elvileg eljött. Tehát van egy órájuk megcsinálni a te szobádat. Mi igaz, hogy 300 ember ment el 11-kor, és megint van 300 szoba, amit meg kell csinálni, de ezt adom. Tehát például te odaérsz délben, letennéd a csomagodat, átvennéd a fürdőnadrágodat, és lemennél a wellnessbe, azt nem tud megcsinálni. Pedig te tudják, hogy 11 órakor jössz, mert jön a repülőd, vagy valami, de azt mondják, hogy délután 3-ig nem tudsz bemenni. Ja. Holott tudnák, hogy ki az, aki kicsekkol, 11-kor azonnal kitakarítják, délbe be tudsz menni. Ezt például nem tudom megfejteni. Ettől meg tudok őrülni. Nektek mi? Mondjatok egyet. Én mindig megnézem, hogy van-e sportolási lehetőség, látom mondjuk egy honlapon, hogy van kondicionáló terem. Na most többször előfordult az, hogy oda mentem, szépen lementem, füligérő szájjal, és mit láttam? Volt bent egy szobabicikli, egy rugós expander, és 2 darab gömbhőformájú, 20 kilós súlyzó alá Magyar Honvédség 1981. Na legalább szép emlékeid voltak. Igen, végül legalábbis tudtam nosztalgiázni. Ez már szubjektív, mert neked több kell ahhoz, hogy sportoljál, valakinek elég. Tehát, hogy ez nem úgy értem, hanem nem exakt, hogy mint a reggeli 7 órai bekopogás, aztán mindenkit kiborít. Hát neked kell kettlebell, kell egy fekvenyomópad. Mondjuk hát a hölgyeknek nem sok lehetőséget ad ez a sportolás. Tudod, a 2 20 kilós vassújzó, meg ahogy hívják, rugós expander. Na, de ott volt a futógép is, nem? Vagy szobabicikli? Egy szobabicikli, hát egy darab szobabicikli, ami, hogy hívják, jó esetben működött is. Volt olyan hely, ahol elmentünk, ez még jó pár évvel ezelőtt volt, de tényleg jó volt. Ott is kondicionálterem és medence. A medencét azt éppen felújították, kondicionálterem pedig leégett. De ezt elfelejtették kiírni a honlapra. Mi meg már ugye ott voltunk. Tehát akkor már nem fordul vissza az ember. Menjél futni a szabad levegőre, ne álljál egy szobában. Így is van, ne fegyenc edzés. Gyere. Én meg tudok attól őrülni, nekem gyerekek nagyon sok van, én 10-ig tudom mondani. Én meg tudok attól őrülni, hogy elmész egy szállodába, 60 ezer forint egy éjszaka, 50 ezer. Álljál be egy nyitott parkolóba, ami semmiféle szolgáltatást nem ad neked, nem fedett, nem fűtött, nem még garázsról van szó, és fizessél még éjszakánként 4000 forint. Ha vegyél rendes autót, és akkor indul hidegben is reggel. Nem, pont ezt mondom, hogy beállsz egy olyan parkolóba, ami egy sorompóval választja el az utcát a parkolótól. Te beállsz a parkolóba, de azt mondom, hogy nem fedett a parkoló, nem fűtött, teljesen igazad van. Parkolás éjszakánként 4000 forint. Ezt abszolút adom. Hogy ez mennyire pofátlan egy szállodában? Egy debreceni szállodában jártunk egyszer így, pontosan ugyanez volt a szituáció, iszonyú drága volt egyébként a szálloda, nagyon, egy ilyen nagyon fura volt, nagyon szűk, nagyon pici szobákkal, stb. És akkor még ráadásul fizettél a parkolóhelyért is, és nagyon-nagyon fura volt, nagyon bizarr volt. És egyébként úgy fizettél a parkolóért, hogyha adott esetben később értél oda, mert elmentetek a városba valahova, és már betelt a parkolóhely, akkor valahol bent a nagy erdőben már levonták. Hát az már benne van, mi? Okos. Na, mi van a csatornákkal? De ezeket, azt hittem, ezeket fogod mondani. Egy fizetős csatorna, felnőtt tartalom. Mi van a csatornákkal? Nem, gondolkozzatok, hogy mi az, ami idegesít szállodában. Tehát ott vannak például a csatornák. Te megint ott vagy 60 000-ért, érted? Neked pluszban ki kell fizetned. Az a baj, 60 000-ért sehol, de hogy egy 50 000, hát 40 000 egy wellness szállodában, hát 15 000-ért is, de az az átlag. De mondjuk 15 000-ért se fér bele szerintem az, hogy van egy televíziókészülék a szobádban, és egyedül azt tudod nézni, mert nem találod meg a távirányítót, azért azt arrébb tudod kapcsolni. Hát te mindig azt, nézd már anyjuk, megint ugyanaz a műsor, meg valakit a szállodában éppen. Az nem, az a nulláson van, az a nulláson van a szálloda önpromója, és aztán tovább kapcsolod, az utána folytatódik. RTL, TV2, M1. Mindenért fizetned kell. Nálad a Duna TV jön be, maximum. Igen, csak az a durva, hogyha belegondolsz, hogy gyakorlatilag meg tudsz vásárolni egy, mit tudom én, egy DVD-t 500-600 forintért és egy hiper. Ehhez képest 3000 forintot fizetsz egy teljesen átlagos, egyébként már 2 vagy 3 éves hollywoodi filmért, úgy, hogyha ott te meg szeretnéd nézni 26-szorra. A szállodai nem is beszélek. Hát arról nem is beszélek, mert az felháborító. Hogy alapból nem jár egy felnőtt csatorna. Azt nem lehet megcsinálni egyébként manapság, hogy amikor tényleg egy tányéros antenna kell hozzá, hogy legyen egyszerre, itt tudom, 70-80 csatornát, hogy elmész egy nagyon jó nevű és egyébként viszonylag drága wellness szállodába, és akkor azt látod, hogy 10 darab csatorna van, azt csókolom. Igen. Na mondom a következőt. Reggeli, igen? Ami benne van ugye az 50 000 forintos szoba árában. Lemegyek, én nem szeretem reggel a hosszú kávét, ezt az amerikait, amit általában ők adnak, és azt mondom, hogy... Hát öntsük a felé. Igen, köszönöm szépen, igen? Hogy én egy presszót szeretnék inni reggel. Felszámolják. Már örülök, tudom, megőrülsz. Igen, de mondom, és a hajat kihullik meg az amcsi kávét. Ráadásul nekem férjem már bele egy cappuccino. Igen, vagy egy presszó kávét. Szeretnék egy rendes presszót inni, vagy egy cappuccinót, vagy egy akármi. Megőrülsz, tudom. És nem az anyagiasság, hanem egyszerűen arról szól, hogy férjem már bele egy feketette, ha meg azt nem ittam meg, ami benne van, tetszik érteni? De még ha megiszod is, férjem bele. Akkor is. Vannak olyan helyek, ahol mondjuk megmondják, hogy 9-10-ig van reggeli. Jó, és te 10-re akarsz, ezt tudom. Feri, nem, te azért mész egy szállodába, hogy sokáig aludjál. Miért van 9 óráig reggel, utána üresen áll az étterem egyébként délig? 9-től délután 1 óráig készülnek a reggelire, az ebédre? Igen. Oda van írva 9 óra a reggeli, akkor te ne menjél 9:45-kor, mert az bárdolatlanság ne. Tehát ha én nem megyek le nyilván 10 órakor, hogy jöttem reggelizni, mert zárva van, elpakolnak, tehát nem tudsz mit tenni, de miért ne egyél te 10 órakor reggelit? Mert 9-ig van. Jó, minden, nekem nagyon-nagyon sok van. Nektek még valami? Nagyon sok hallgatunk írja, hogy szállodában dolgozik, valakit visszahívunk, meghallgatjuk adás után az érveket, jó? Írjanak nekünk nyugodtan szállodai dolgozók, hogy a felvetett érvekre, kifogásokra mi az érv tulajdonképpen, meghallgatjuk őket. Gyereksarok az mi? Találkoztál már? Gyereksarok, ami konkrétan tényleg egy sarok. Tehát, hogy ki van írva, hogy a gyerekbarát szálloda. Gyerekbarát szálloda és gyereksarokkal. És nem tudod, hogy fotózták, mert egyébként nem látszik, hogy mellé van tolva egyébként egy ilyen újságos bódé, egyébként mellé van tolva egy minibár, egyébként ott lehet kapni. Ott van a recepció is mögött, és akkor a gyerekek így hogy nem tudod, hogy fotózták le az egészet, mindez nem lógott be. És a szálloda igazgató gyerekeinek használt játékai vannak, ott 2 darab. És mondod, hogy értem, de ez nem az, amire önök gondoltak, tehát hogy ez nem gyerekbarát, de hát az van. És akkor azzal eljátszogatnak egyébként. De a gyereksarok lehet, hogy csak arra szolgál, hogy a gyereket lehessen hozzáállítani, hogyha rosszalkodik, nem? És itt van Győző, aki dolgozott szállodában, ráadásul a Mirigyes Győző. Hello Győző, jó reggelt! Hellóka, látod, ez is kiderül a múltamból. Figyelj, te mit csináltál szállodában? Képzeld, én recepción dolgoztam. Hát és közben ugye elvégeztem a szálloda vendéglátóipari főiskolát, és szállodaszakon, úgyhogy mondhatom, hogy szakértő vagyok a témának, bár azért 20 éve nem jártam ilyen környéken. Csak vendégként. Biztos nem véletlen, hogy nem ebből. Egyébként röviden csak annyit az előzött elhangzottakhoz, hogy tulajdonképpen a Balázsnak mindenben igaza van, és én egyetértek vele, mondjuk mint vendég oldalról, ugyanakkor a legfontosabb dolgot nem tudjátok. No. Egy szálloda tervezésén és egy szálloda szoba kialakításánál nem az a szempont, hogy te ott jól érezd magad. Tényleg? Az a lényeg, hogy az megfelelően kellemes legyen ahhoz, hogy te ott tudjál aludni, de a lehető legtöbb időt olyan helyen töltsd, ahol el tudod tölteni a pénzedet. Nyilvánvalóan, ha te jól érzed magad wifi-vel a szállodai szobádban, nem fogsz lemenni a bárba, meginni egy kávét. De jó, tehát hogy ez tudatos, és sok ilyen azért nincs, hogy én mozduljak ki, menjek le a bárba, már ott ülök, wifizem, és igyak közben valamit. Aha. Nem szeretném szegény szállodásokat tönkreteni, de ez egyértelmű a szálloda tervezését, tanultam. Tehát úgy kell kialakítani, és kellemes legyen a szoba, ugyan, tehát nem mondd, hogy bármi baja van, jó legyen, szuper, de ne akard ott tölteni az időd javarészét. Figyelj, nekem ez azért tetszik, mert pont ezért kértük a hallgatóinkat, hogy telefonáljon valaki, aki a másik oldalt elmondja nekünk, és nagyon jó, hogy hívtál, mert ilyenekre mi nem is gondolunk fogyasztóként, hogy ugyanúgy, mint Vegasban, a kaszinóban, mit tudom én, nem tudsz kimenni, meg nem tudod hány óra van, meg nincs természetes fény, a szálloda is tudatosan van felépítve, akár csak egy bevásárlóközpont, hogy menjél, illatot nyomnak, legyél éhes, vásárolj. Hát lássuk be, nyilvánvalóan akkor nem akkor ingyenes a parkolás a szállodánál, ha egyébként bárhol meg lehet állni a környékén. Természetesen a szálloda parkolója egyből fizetőssé válik, ha sehol nem lehet megállni a környéken. De szép, ez is okos. Ez nem egy bonyolult dolog, ehhez még az sem van, hogy iskolát kellene végezni. Na jó, de hát pont az lenne a vonzerő számomra, aki látogató, hogy az utcán kell parkolódíjat fizetni, de nálunk ingyenes, tehát szívesebben mennék oda, érted? Én biztos vagyok benne, hogy van ilyen is, de akkor ott a szállodájában valahol bele fog ez épülni. Tehát, hogy teljesen mindegy, de előbb-utóbb nyilvánvalóan, hogy te fogod megfizetni, hát, ez semmi baj nincs. Igen, de az nyílt kártya, tehát hogy ott legalább akkor tudod, hogy igen, benne van a picit dalán drágába a szállodai szóba, de nem kell külön fizetni, mert az mindig ez a külön bosszúság, az nagyon idegesítő tud lenni, amikor kiderül, hogy na ezért is fizetni kell, azért is fizetni kell, igen, ahhoz is fizetni kell. Ez már egyébként természetesen ilyen alapon választhat szállodát, tehát megnézed, hogy a parkolás ingyen van, vagy a wifi a szobában, mindenhol ingyen van, és így választ a szállodát. Most már azért sokkal szélesebb a lehetőség természetesen. Jó, akkor nézzünk egy-két konkrétumot. Miért kell úgy bevetni az ágyat? Mi a trükkje, hogy fel kell tépned a lepedőt, és a lágy matracot letéped arról a rohadt keretről. Letéped a keretről, és két ember fekszik, aki éppen, mit tudom, egy pásztorórát akar eltölteni a kedvesért, és az történik, hogy mind a ketten gyertyaállásba, felfelé nyújtózkodó lábbal tépik föl a lepedőt, mert annyira berakja a szegény kis takarítónő, akinek nyilván ez a dolga, és nem érted. Tehát az esztétikumon kívül ez miért fontos, hogy úgy legyen beágyazva, hogy ne tud használni a lepedőt? Ezt megmondom őszintén, mint felhasználó oldalról egyáltalán nem értem, másrészt a szegény takarítónőnek pontosan ki van adva, hogy hogyan kell megvetnie az ágyat. Egyébként ezt a teljesen én sem értem, sose hát pedig tépkedem szállodában, és meg vagyok tőle őrülve. De ezt külön tanítják nekik? Szerintem igen. Külön megvan minden szállodában a standard, hogy pontosan hogyan kell bevetni, és akkor ezt le is ellenőrzik elméletileg jobb szállodákban. De ők csomagolás technikát tanultak, vagy pedig először van egy csomagolás technikus, és az megmutatja a csomagolás technikát. És talán ezt le is ellenőrzik, hogy ezt tökéletesen lett kivitelezve. Természetesen itt komolyabb szállodákról beszélek, nem a, nem tudom, az útszéri motelről. Nyilván azt írta nekünk valaki, hogy például a minibárt azért kell reggel 8 órakor csekkolni, hogy az olyan vendég, aki egyébként ezzel csal, lásd Jani, aki visszatölti a minibárt a Tesco-ból, ne tudja visszatölteni az őszi levet, és ezért reggel 8 órakor kell bekopogni, hogy volt-e fogyasztás a minibárból. Ezt is tanítják, hogy ez ennek van valami oka? Ez egy kicsit, ez már ilyen marhaság. Egyéb iránt ez csak szintén egy másik technikai dolog, amit szintén is kell tanultam. Elvileg a minibár az sosem egy nyereséges üzem. Inkább csak arra törekednek, hogy ne legyen veszteséges rohadtul. Tehát előbb mindig többet visznek el, és fogyasztanak meg, mint amennyi valójában számlázásra kerül. De természetesen, hogyha ez hülyeség, hogy 8-kor kell ellenőrizni, mert egyébként napközben ellenőrzik, hogy megitta, de természetesen az utazás napján, amikor odamész a kasszához, hogy fizetni szeretnél, akkor hidd el, hogy ugrasztják a megfelelő személyt, hogy nézzen be gyorsan a szobába, hogy hiányzik-e valami a minibárból. A minibár csak akkor veszteséges, ha az irigy-mirigy lakik a szállodában, mert a minibár nem veszteséges, akkor lesz nyereséges a minibár. Az annak lesz veszteséges, aki fizeti. Igen, ez olyan nagy vonalú, amikor egy szálloda azt mondja, hogy ingyen van a minibár, nem tölti mindig vissza, de naponta egy töltés van, és azt mondjuk ingyen ihatod. Buknak egy őszilevet, egy almaglevet, meg egy csokoládét, hát de mégis valahogy olyan szép az egész, nem? Hát egyébként bőven elég, én is voltam már szállodában, hogy mit tudom, legalább volt friss víz, és azt mindig utána töltötték. És az egyébként, hát igen, de én mondjuk a palackozódra gondoltam, és az elfogadható, vagy tényleg legalább van egy üdítő. Ha 11 órakor kijön az illető a szobából, és te délben megérkezel, miért kell még 3 órát várnod, hogy becsekkoljál? Na, nagyon szép, ilyen szépen megfogalmazott kérdések. Egyébként, hogy onnan menjünk, hogy reggel 8-kor az is marhaság, hogy fölébresztenek egyébként, de ettől én is idegbeteg vagyok, ha kopognak 10 előtt, azt nem találom elfogadhatónak. Nyilvánvalóan azt tudják, hogy mikor utazok el. Tehát a 10 előtt az még szeretnék, lehet, hogy akkor megyek le reggelizni, és igenis legyen 11-ig reggeli. Ugye? Ne, ugye? Mi az, hogy 9 óráig van a reggeli? Hát mi van írva, hogy 10-ig van reggeli? Szintén pénzügyi okai vannak. Most gondold el, hány embert kell ugráltatni reggel 7-től, ha 11-ig van a reggeli, és arról nem beszélve, hogy azért a párizsi szélei óránként megtöndörödnek, tehát fordítgatni kell. És akkor vagy körbevágni. Figyelj, de nem azt mondta, hogy cserélni kell a tálon, fordítani. Jaj, de fölpöndörödik a szél, akkor meg kell fordítani. De utána már mi van, mert az is fölpöndörödik, tehát 2 órás kifutása van, tehát túl nagy az intervallum. De most egy pillanatra komolyra fordítva, tényleg van ilyen hogy fordítsa sajton, fordítsa felvágotton, kicsit tedd át az uborkát. Tehát nyilván ezek kulisszatitkok, de hogy van ilyen? Hallottam már ilyenről. Jaj, de szép, de szép. Nézd, azért a vendéglátásban ugye sok mindenben van, nyilván erről egész napokat lehetne beszélgetni, de ez is hozzátartozik. Hát. Tehát azért mondom, ennek is pénzügyi ökei vannak, hogy szűkítik ezt az intervallumot, amikor reggelizni lehet, mind emberben, mind anyagban, stb. A reggel megmaradt dolgok estére bekerülnek a vacsorához? Hát talán ez egy kicsit jobb százába durva, én mindig mondom, hogy vannak vendéglátó egységek között csillagban különbség, el tudom képzelni, hogy néha azért ügyesebben kezelik ezt a dolgot. És mondjuk abból fasírnak vacsorára, de ez azért máshol nem. A korlátozott wifi az csak akkor ez, hogy a minibár. Tehát, hogy menjek ki, vagy nem is a minibár, tehát, hogy menjek le a szobába. Ugye? Vagy a szobából mozduljak ki. Minden arra irányul, hogy lehetőleg ne töltsd az idődet a szobában. Hát ha mondjuk, ha wifi van a csak a halban, akkor nem fogsz ott ülni, kérsz már legalább egy vizet. Na jó, de azért megyünk összetek, aki megy el szállodába wifizni. Tehát, hogy csak azért, hogy wifi legyen. Hát azért mész oda, hogy pihenjél, hogy jól érezd magad, hogy olyan dolgokat csinálj, amiket nem csinálhatsz. Wifizzek. De azt megint csak nem a szállodában csinálod. Tehát ezt most vegyük, hogy akinek ez problémája, azt se a szobába csinálja. Tehát azért mész a szállodában, hogy szépen aludjál, és menjél minél hamarabb onnan. De ez így nem ennyire nyilvánvalóan. Ha lehet, nem menjél, inkább náluk törzsd ezt az időt, vagy a pénzt, de semmiképpen se a szobába ücsörögben. Ami előkerült még a mai reggelen, az a fizetős tévés szolgáltatás. Hogy miért nem lehet 40 csatornát odaadni, ha már kifizetsz valamennyi pénzt a... Értem, hogy ebből is pénzt keresnek, de miért nem nagy lelkű annyira egy szálloda? Ezt én sem tudom. Egyébként ennek így nem ismerem a hátterét, szerintem ez szintén megint csak összeg, biztos úgy kell fizetniük a csatorna mennyiség után, és ez sokkalják, és úgy érzik, hogy ott szintén ne a tévét nézegesd a szobában. Biztos vagyok benne, hogy mindennek ez a hátsó mozgató rugója. Egyébként én is azt gondolom, hogy manapság azért már legyen tévé a szobában. A szállodákban mindig vannak ajándékboltok. Igen. És azok nagyon jól mennek. Igen. Ám. Ott miért nincs óvszer? Hát ezt nem tudom, lehet, hogy boltja válogatja. Én szállodában dolgoztam, én azt mondtam, hogy olyan nincs, vagy valami nincs. Tehát szerezd meg. És én még olyankor dolgoztam, azért most már 20 éves távlatban van, amikor nem volt éjjel-nappal nyitva semmi, maximum egy darab éttermet tudtam, hogy nyitva volt, de ha éhes volt a vendég, nem mondtam, hogy nincsen, szereztünk. Figyelj, neked recepciósként egyébként, ha jött a szálloda vendég, és azt mondta, hogy kell csaj, vagy kell 2 csaj, akkor azt te tudtad, taxi, nő, tehát nekem dolgozott a Viki Huga recepción, például a magyar szállodában, pontosan megvoltak a bejáratott vonalak, hívni kellett, tudta, intézte diszkréten. Tehát ez egy recepciós álláshoz egyébként hozzátartozik. Kicsit konkrétabban futtattál csajokat? Konkrétabban nem, mondjuk így, de tényleg tehát ezzel így nem folytunk ebbe bele, hogy futatni. A vendég, ha hozott, akkor kifizettettük a plusz vendégfelárat. Hát ez volt az összes dolog. Egy ágyat szobában hozott még egy főt, ott kérem szépen, ma este 2 fő volt, tehát engem nem érdekelt, hogy utána mind meg, hogy meg mennyire miért. Hát nézd az irigy-mirigy fellépéseit elnézve, gyakorlatilag én azt is el tudom képzelni, hogy te magad öltöztél benne. Hát, ez akkor még nem volt ennyire. Kérem szépen, én rendes tisztességes fiatalember voltam még régen. De elmúlt. Igen. Én csak a recepciót hagytam ott egy egész éjszakára, mert fellépés volt, nem tudtam már megoldani. De egyébként semmi. Van olyan trükk, amire nem kérdeztünk rá, és még eszedbe jutott? Mert nekem ez az menj ki a szobából és költs pénzt trükk, ez nagyon tetszik. Tehát az ember nem is gondolja, hogy milyen tudatos átverés célja egyébként. Vagy... Én ezt nem nevezném átverésnek. Hát ez nyilvánvalóan a szállodának az érdeke. Semmiképpen. Egyébként azt mondhatnám, hogy a vendég, én úgy mondom, a vendég átverve nincsen. Természetesen van, hogy tudatosan. Tehát, hogy ez ilyesmi nincsen, minden azért, hogy a vendég jól érezze magát. Én is mindent elintéztem természetesen azért, hogy én is jól járjak, de nem küldtem. Aha, a szállodások elkapták. Hanem azért küldtem olyan helyre, hogy biztosan jól érezze magát, és nyilvánvalóan az nekem sem rossz. Tehát azt mondom, hogy alapvető cél semmiképpen sem a vendég megkárosítása, de nyilvánvalóan a cél ez egy gazdasági tevékenység, hogy jól érezze, vagy hogy a szálloda igazgató, illetve a vezető, vagy a tulajdonosnak is meglegyen a bevétele. Persze, hát húzzunk rá annyi bőrt, amennyit tudunk. Persze, nagyon jó. Győző, köszönjük, hogy elmondtad ezeket, nem is tudtam, hogy te egykoron szállodáztál így, még a mirigy előtt. Köszönjük szépen, vigyázz magadra! Hello. Ciao. Hello. Szia Győző, köszönjük, hello, hello. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Érdekes dolog történt egy kanadai vonaton. Ez egy meglehetősen bizarr eset. Szemfüles utas egyébként levideózta a dolgot, mert hogy nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő. Ráadásul egy kanadai vonaton, ahol azt gondolná az ember, hogy talán kulturáltabban zajlanak az események, de nem. Ő ezt úgy fogyasztotta el, egyébként itt van a videó, feltesszük majd a Facebookra, hogy ezt ő meg is kopasztotta. Gumicsizmában van, pucolja a madarat, és a végén megeszi. Ez elég erős. Ez elég erős. Igen. Igen. Állandó útítás lehet, vagy ő csak így egyszer felszállt. Egyébként nem is vonat, ez egy metró. Hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt. Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül kidüllett szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokkerősítő van. De hogy kapaszkodott? Felszállt, igen. Nem kapaszkodott. Támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, ő mindig felszállt, hogy béketér magasságában, akkor még járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumiexpandert, és Kőbánya Kispest. Végül a másik folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megdelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, így állta, és rettegtem, és nem mertem neki háttalálni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, őt minden a mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskál a gerejű lásóval, de az ünnepnapokon. Szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC, saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrágja, illetve nem mondom, nem is tudom, tehát hogy ettől még PVC is lehetett felőle. Vagy egy fekete nájlózacskó. És hétvégenként ment be bulizni. Csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok 3-4-en elkezdtek rögni, amikor meglátták, oda ment hozzá ő. Megfogta a nyakánál, nem tetszik valami, valami leszerelt Rambó. Igen, és hogyják, és mindenkit lejátszott, és mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Neked van ilyen, Anna? Van, 3-as metróban van egy férfi, beszáll, de most egy ide nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik, minden megállott, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállott. Imádom. Aha. Ő már imádom. Végigment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És bemondta, hogy most leszállok. Ezt nem mondta? Nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, és kiszállt. Imádom. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. A bácsinál volt egy pici. Volt, de látszott, persze, látszott rajta, de kedves bolond volt. Van köztük azért egy-kettő, aki tényleg ilyen durva, volt egy bácsi annak, én tényleg ilyen 10 éves voltam, és neki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, a labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit, ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamot. Ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a vége a másik utazott, és gyémánt. Kereste, vagy eladta? Inkább leszedem a gyűrűt. Csak kereste a gyémántot? Kis pici bácsi, kis szatyor, teljesen normális volt abban. De nem lehet, hogy ennek az üvegtigrisnél valamibe akart? Nem, ő nem láthatta azt. Ő nem láthatta. Azelőtt ő szerintem elhunyt, de neki elég komoly horpadás volt a fejében, tehát hogy ott látszott, hogy valami súnyán eltolt lobotomia lehet a háttérben. Ez az a típus, akitől egyébként félsz, tehát hogy akit se megszólítani, se megnyugtatni nem mer, se odaszólni, segíthetek bácsi, el akarsz menni onnan, nem? Mert nem tudod, hogy mit vesz elő, vagy mi van nála. és így hogy toltál. És lett volna, hogy a bemondós bácsival találkozik. Tehát ott azért azt a beszélgetést azért azt meghallgattam valahogy. Lehet érkezni, a gyémánt. És ők ketten azért így virámon elbeszélgetnek, és jön a tizedes, aki rendbe rakja őket. Igen. Jön a latexruhás. És ők hárman úgy utaznak egy megállót, az szép. Volt egy másik is, aki nagyon, én egyébként ezért is örültem neki, hogy nálunk ugye az Üllői úton párhuzamosan futott egy busz meg egy villamos vonal, és akkor át tudtam szállni, amikor felszállt a gyémántos bácsi, igen, ahogy hívják, a kibülletszemű expanderes, a hétvégi rocker, meg az az úriember, aki rendszeresen közvetítette a pártházostromát 56-ból. Jézus Mária. Ő, és én nem tudom egyébként, hogy milyen gyűjtőhely lehetünk, ő mindig a busz megálló, vagy a buszvezető mellett állt, és konkrét izéket, sortüzeket vezényelt, rohamot vezényelt, rögött, de ő szórakoztató volt, tehát hogy ő látszott rajta, hogy olyan vidám kis emberke, és ő ott mindig elszórakoztatta a busznak a közönségét. Aztán ezek az emberek, én nem tudom, hogy mit történt. A szórakoztató jó, de aki félve bolond, már úgy, hogy félsz tőle annyira bolond, az viszont ijesztő. Hát meg vannak olyanok, akik... És magyarázd meg a gyereknek. És minden reggel a gyémánt. Igen, és mindenki a vigyázba ülte. Miért adtál neki egyszer valamit, hogy hát akkor megnyugodott volna? Az a baj, hogyha én azért félek nagyon a személyes kontaktustól, mert barátok leszünk hamar. Volt egy ilyen srác, szintén mindig ott náldogát nálunk, a Nagyennyi utca megállójában, és vele beszélgettünk sokszor, és akkor mindig persze húztuk itt 10 évesen, és akkor, hogy és csajozol, igen, csajozok, és a csajoknak hova tennéd szívesen? A hónalja már, mert az jó szőrös a hónalja. És az a baj, hogy egyszer játszottunk így vele, akkor, amikor hárman vagytok vicces, csak amikor egyedül beállsz a megállóba, akkor oda megy hozzá, és barátkozik. Igen, és az barátkozzál már vele 25 percen keresztül. Tudom, ha egyszer kedvesen szólsz hozzá, meglátja akkor benned a fényt. Igen. Oda jön, és azt hiszi, hogy társak vagytok. Igen. És utána elválaszthatatlanok lesz. Ugye eszembe jutott egyébként, hogy aki a pártház ostromát közvetítette minden alkalommal, ő például úgy szállt föl rendszeresen a 35-ösre, hogy jegyeket bérletek! Figyelj, én nagyon sokat BKV-ztem, én ezekért szerettem BKV-zni. Tehát, hogy ez a szórakoztató része. Mert a BKV legnagyobb része nyomasztás, de amikor felszáll egy ilyen minden reggel, és elüvöltem, és sírsz. Igen, és mindenki, abban a például mindenki pár évvel eset elkezdett kotaraszni, csak ja, megint a hülye. Én ismerem, én ezeken sírtam. És nem lehetett rá haragudni, mert a csávó egyébként egy ilyen csupa mosoly, abszolút egy ilyen nagyon jókedvű, nagyon pozitív fickó volt. De hogy képzeld már el, hogy minden alkalom. Jegyeket bérel! És így röhögött, és mindenki, na menj! Csak néhány SMS, jó? Hogy kivel utaznak minden reggel a hallgatóink? Nem hiszitek el, hogy mik vannak. Budapest-Szobvonalon Kapcsolga nevű lány. Kapcsolga nevű lány minden reggel végigment a vonaton, és minden kapcsolót átkapcsolt. Senki nem tudta, valószínűleg ő se, hogy mit kapcsol. Nem szabadott a szemébe nézni, mert akkor odaült hozzád, és belebámult az arcodba egész úton. Azért az erős. Pécsen volt egy srác, aki mindig a végállomáson szállt fel a buszra, mindig a jobb első ülést foglalta el, ahonnan jól látta a sofőrt, és egész úton utánozta. Indexelt a megállóknál. De a kattogások? Nyitotta az ajtókat. Kormányzott és hangokat adott. Nem tudom, hogy sofőr lett-e végül. Ő nagyon szeretett volna az imádom, de én imádom. 10:30-as IC Budapest-Miskolc, figyeld. Büfés kocsis csávó tolta a bevásárlókocsit, és nem azt kiabálta, hogy mogyoró ívóli, hanem azt, hogy hóembert guminőt. Tetoválás. Mindezt hullarészegen, minden vasárnap így volt, írja egy hallgató. Amikor suliban jártam, az 53-as buszon mindig volt egy srác, aki mondogatta a megállókat, és kritizálta a buszsofőr vezetését. Itt lassabban, itt gyorsabban, itt közelebb kell állni a megállóhoz. Ő meg már kibukott lehetett valószínűleg. Ezt Bence írta nekünk. 4-es, 6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben, aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombolt csomagot. Csomagolás nélkül beleharap, visszateszi, aztán mint a semmi nem történt volna, utazik tovább. Figyelj. Hát gyerekek, bizniszmen, aki nem felejt el soha, hogy honnan jött. Érted? Mielőtt beérsz a tőzsdére, muszáj enned valami. Nem köthetsz milliárdos üzleteket azelőtt, hogy érted, bemész dolgozni. Persze. Ki tudja, hogy áll a buksz. Ugyan egyszeri eset volt, de egy pasi a metrón elővett egy pakrikártyát, majd a hozzá gumizott borotvát leválasztotta a kártyáról, és elkezdett borotválkozni. Szárazon, tükör nélkül. A végeredmény viszont egész jó lett. A rutin. A legdurvább. Kisföld alatti, figyelj, egy pali minden reggel kitépett egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját, amitől folyamatosan rángott az arca. Úristen, ez gusztustalan. De nem imádni való? Hát, szörnyű. És akkor még jól jársz, hogy nem a te fülszörödet érte ki. Vagy nem, az övével csiklandozott ja, téged. Igen, vagy... Az végig jobb. Így van. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, odament, és a vállára csapva nagyot köszön neki, szevasz hozzánk. Azóta anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoztak. A későbbi busszal, azért, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Hatodszorra vernek hátba, ugye? A tesóm balettos kontjába a mögötte ülő bácsi egész úton a mutatóját dugdosta. Totál oda volt a hajért. Aj, megnyomom. Ja, még egyszer megnyomom. Hajacska. Jaj, de jó. Hajacska. Teljesen kiakadtam rajta, de a hugi lazán kezeli a bolondokat. De hogy tök jó. Azért, amikor beülsz valaki elé, és azt érzed, hogy mutató állandóan megjelenik a kontyodban. Hajj csak ismerős. Hagyja minden reggel csinálja. Kicsi büfés SMS-e, zseniális. Ugyan egyszeri alkalommal történt, de jó. A nő nem túl kellemes illata leült mellém, majd elővett a táskájából egy zacskót, amiben káposztás tészta volt. Szépen kiterítette az ölébe, és közben megkérdezte tőlem, nincs-e véletlenül nálam egy villa. Hiszen véletlen. Mikor mondtam neki, hogy sajnos nincs, megrántotta a vállát, és elkezdett kézzel lenni. Nyáron 40 fokban. Kicsi büfés írta nekünk. Egy kis káposztás tészta. Hát jó is az. Hódmezővásárhelyen van egy srác, bármikor látod, mindig van egy kedves szava hozzád, ismeri mindenki, kivágja az újsághirdetéseket, évekre visszamenőleg tud bármilyen sporteseményt. Vonat és busz menetrendeket fejből. A város gyurikája, írja egy hallgató. 50-es vilén rettenetesen kigyúr srác, mindenkibe beleköt, ömlik a mocsok a szájából, szidja a túlsúlyos embereket, meg a BKV-t hangosan. Ismered? De még nem találkoztam. Nem, elkezdtél nagyon bologatni, azt hittem. Igen, igen, hát nem, hogy nem csodálkozom rajta, hogy ez is nálunk. Emlékszel, egyiket középiskolás koromban volt mindig egy ilyen nagy darab srác, ő metron utazott, ő semmit nem csinál gyakorlatilag, télen-nyáron zokni, szandál, szatyol, és semmi más nem csinál, csak nézett és mosolygott. És ilyen nagy darab pocakos, ez a kicsit ilyen egerek és emberek típusú ilyen, hogy hívják, kicsit látod rajta, hogy valami nem stimmel, ő semmi más nem csinál, csak állt és így nézett és... És mosolygott, és így finoman bologatott. És nem tudod, hogy mit akar. Igen, és hogy úristen, vajon meddig maradok életben? Talán a leheli. Mi van a 18. kerületben? Én nem tudom, mi történik, de minden ott történik. A pécsi buszsofőrt más is elküldte, ugyanaz a srác szerintem. Egy srác, aki a buszokon mindig a lehető legközelebb ült a sofőrfülkéhez, szerintem ez ugyanaz. Aztán csapatta a verdát, ez ugyanaz, kormányzott a levegőbe, váltott, nyomkodta az ülések hátát, intett a szembejövő sofőr. Istenem, szegény. És hát szegény szülők, azért nem egy egyszerű élethelyzet. De ő lehet, hogy így boldog. Hát ő már az erősen beteg kategória. Hát ez meg intesz a személy, nyomkodod az ülés hátát, utánzod a sofőrt. Finom. Ott de azért, ő nem érzi. Hát ő nem, jó. Nyilván persze. De azért mondom, hogy szegény szülők inkább. Ja. Sopron-Budapest autóbuszvonalon kb. 4 óra Győrben felszállt egy kicsi ápolatlan öregasszony, aki egészen Pestig untatott az élettörténetével, közben hangosan felnevetett néha a semmin. Ha megpróbáltam a halvást szimulálni, addig bögdösött, amíg fel nem ébresztett. Amennyiben érdeklődés hiányát érezte, megtalálta magának a mellette lévő sorban ülő utast. Győrbe érve állandó szorongás fogott el, hogy vajon felszáll-e. Ez odáig fajult, hogy a Győrben leszálló utastársamnak könyörögtem, hogy utazzon velem Pestig, nehogy a mammer leüljön mellém. Nem kívánok senkinek ilyen élményt, ez Tóbi küldte nekem. Hát ez szörnyű nyomasztó tud lenni. Guszti bácsit én is ismerem, nekem van egy ruhajavítóm, ide tért be. Tudnak-e cipzárt cserélni a bőrnadrágjába? Igen, akkor odaadhatom, és elkezdte levenni magát. Mondom, figyelj, Guszti bácsi kifejezetten jó az, csak nem szabad megjegyzéseket tenni a PVC utcára. Egyébként tényleg jó az. Minden reggel, írja egy hallgató, Balatonfüred-Veszprém, ez szerintem most is történik. Felszáll egy ember, leül, és zseblámpával világítva nézi a lottó szelvényeit. Ez megy minden reggel, írja egy hallgató. Szólonkor egy fura bácsi mindig kézikocsit tolt, fantasztikusan fütyült, de néha csak úgy ráordított az utasokra random. Fütyösnek hívtuk. Azért sok a beteg, nem? Szóval azért ez dermesztő. Jaj, nagyon szerettem ezeket a történeteket. Milyen lenne egyszer őket összegyűjteni egy hetes buszra, de az összeset. Az összeset és egy járaton elég. Egy járaton elég. Mint a fegyenc járat a Connerben, tudod. Csak a szélsőségesek utaztak. Mindenki rajta lenne. A legdurvábbak Rács mögött. Nehogy kiszabaduljanak. Csak még egy SMS. Pécs-Budapest vonalon felszáll egy család. Egészen jól szituáltak. Az utazás felénél anyuka előkap egy nutellás üveget, egy kiló kenyeret, és elfogyasztották kézzel. Debrecenben egy pasi a villamoson a kapaszkodót nyalogatta. Nem bírom abbajni. Távolsági buszon egyszer mellém ült egy ismeretlen lány. Én zenét hallgattam, aludtam. 2 órás utazás után a lány felpattant, és gúnyosan, kicsit hisztérikus állapotban: jót beszélgettünk! Ti pasik mind ilyenek vagytok, majd leszállni. Az egész busz engem nézett. Igen. Hát gyerekek, én imádom. Imádom őket. Figyelem. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Történt valami a Ferihegyi reptéren, és én szeretném megfejteni, hogy ez hogy történik, mert engem ez mindig annyira érdekel, hogy a fenébe vesznek észre bizonyos dolgokat. Ugyanis kiszúrtak egy pasit, aki egyébként ugye Magyarországra jött, Hollandiából érkezett, és ő nigériai volt. Ő nigériai csempész volt, és kiderült, hogy 100 darab kapszula volt az ő testében, amivel kicsivel több mint 1 kilogramm kokaint akart átcsempészni. És ugye, ha valaki közlekedett már Ferihegyen, ott látja, hogy mi történik, fogod a bőröndödet, ha nem vagy túl ideges, ha nem csinálsz semmi rosszat, akkor egyszerűen csak a zöld folyosót választod, és átmész a zöld folyosón. Ugye? Ez történik. Állok két marcona ember, hát kicsit így rád néz, de soha nem állítottak még meg tovább, és a családtagot senkit nem állítanak meg soha. Na most a palit mégis kiszúrták, és kiderült, hogy egészen furán viselkedett. 1 kiló kokainnal a szervezetedben valószínűleg te is furán viselkednél. Egyrészt időre kell odaérned, mert ha ezek elkezdenek oldódni, akkor annak csúnya vége lesz. Először csak flesselgetsz egy picit. Először viszonylag jól érzed magad, aztán még jobban, de aztán... Igen. De hogy a fenébe szúrják ki ezeket? Ugye nyilván tudják a járatokat, és vannak kiemelt járatok. Tehát gondolom, hogy hollandi átszállás van, vagy nem tudom, vannak bizonyos országok, ahonnan, ha jönnek járatok, akkor azt lehet, hogy egy kicsit intenzívebben figyelik. De hogy honnan a fenéből veszik észre azt, hogy jön egy ember, akinek 100 darab kapszula van a testében, ha mondjuk nem jelet kapnak. Azon kívül, hogy idegesen viselkedik. Kiszúrja a kutya. Nem vett észre a kutya. Azt vették észre, hogy a pali egy kicsit idegesebben viselkedik. De tudod, mi van, amikor megjön egy holland gép? Ott van 30-50-200 ember leszáll, mindenki várja a bőröngyét, jön, megy, majd gyorsan átmész a zöld folyosón. Ott már nézik őket vajon, ahol a bőröndöt várják az emberek? Tehát mondjuk kameráról ott már pásztázza őket valaki, vagy csak az az egyetlen egy pont van, a zöld folyosó, ahol találkozik amit tudom én, az, akinek figyelnie kell. Vagy lehet, hogy már a stewardess leadja a drótot, hogy most jöttünk meg az amszterdami géppel. És végigálta az utat. És nagyon szorította a farpofáját, de rettenetesen izzadt volt. Na most ilyenkor, ha például nem találnak semmit, mert hogy benne se találtak semmit, mert ő ugye ezeket ilyen a kinder tojásnak megfelelő, ami belül van, olyan kis zacsikban rakta bele, tehát körülbelül akkora méretű volt, és most nem értem, hogy nyeli le. Hát szerintem sehogy, vagy nem, az másik oldalról ment. Nem, hát úgy nem tudsz. Dehogy nem. Na jó, de hát úgy nem fér el annyi. Figyelj, hát bele kell raknod, mit tudom, 100 ilyen kis dobozkát. Hát az alulról azért az nagy kuffer kell. Hát 100 izét nem tudsz lenyelni. 100. Na ez az. Na, tehát talán rengeteget találtak benne. Rengeteget, tehát mondjuk 100 vagy 101 kapszulát találtak benne. Tehát nagyon sok kérdés. 10-15 hogy már nem élveznéd. Igen, egyrészt, hogy a fenébe nyeli le. 2, hogyha nem találnak semmit, akkor valószínűleg tovább küldik. Akkor elküldik egy tükrözésre, elküldik egy CT-re. Hogy van ez? Hát vagy röntgen. Nem, azt kimutatja. Vagy elküldik egy CT-re. Vagy pedig, na akkor most leülsz ide, és addig nem jön az első kör. De vagy ha te már szállítod, akkor nem pont a kulcs fontosságú momentumban vagy a legnyugodtabb? Hogy lehet valaki ennyire amatőr, nem? Hát azt mondják, hogy ezeket a jeleket nem tudod, tehát hogy ahhoz nagyon-nagyon profinak kell lenni, és nagyon sokat kell gyakorolni a testbeszédet. Meg hogy átmenjél? Igen. Aha. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy te most rettenetes nyugodt vagy, és semmi feltűnő jó, nincs, és már abban a pillanatban. Már megfejtettem, mondom, hogy csinálom. Én vagyok a csempész. Aha. Én megkérlek... Hány kapszula van benned? Van bennem 80 kis kinder tojás. Megkérlek téged, hogy... Rajtad látszik a hasadon. Nem 80, már 30. Ezért jössz te velem. Ezért vagy te ott. Ezért nem a Janival megyek, mert rajtunk azonnal látszik. Mondom, mi történik. Te lenyered ezeket a kis kapszulánkat. Aha. Én vagyok a te elterelő embered. Te mész elől? Én vagyok az, aki idegesen viselkedik. Aha. Elkezdek nagyon izzadni, elkezdek nagyon idegesen viselkedni, kvázi feldobom magam, de úgy, hogy bennem nincs semmi. Én bemegyek előre, engem szétszednek, kipakoltatnak, semmit nem találnak. És addig te kicsit izzadva, kevésbé idegesen, szépen kisétálsz 101 darab kapszulával. Miért nem így csinálják? Miért nem párban dolgoznak? Mert akkor felezni kell a lóvét. Ja, hogy akkor többet kell. Akkor mit tudom én, a futár kapja a 70%-át, aki csak elterel, az kap mondjuk 30%. Nem, ez nem egy jó ötlet? Hát, van a nagyon feltűnően idegesen viselkedő, és van az, aki egy kicsit nyugodtabb. A nyugodtabban van a cucc. Hát párban kéne, hogy dolgozzanak. Nem rossz, ez jó ötlet. És akkor már elkezdesz, de az a baj, hogy te, hogy leszállnál a gépről, már a csomagvárásnál elkezdenél ott szerepelni, hogy itt vagyok, haló, vizsgáljanak meg, igen, én vagyok. Menjen tovább, ne csinálj. Viszont már a nagyot hozzák az óriást, hozzák az óriást. Szerintem akkor működne, hogyha lenne egy statisztikai elvárás tőlük, hogy naponta ennyit és ennyit szúrjanak ki. Mert szerintem olyan nincsen, hogy akkor az ideges, meg a kevésbé ideges közül az idegesebbet választják ki. Mennyi ideges ember áll ebben a sorban. Legyen mondjuk a legidegesebb, az utána következő ideges, a kevésbé idegeseket meg ma hagyjuk a fenébe. De lehet, hogy ő volt a csali? Nem lehet, hogy ő volt az, aki idegesen viselkedett a balek, ahogy egyébként csinálják ezt Dél-Amerikában is a magyarokkal? És valaki meg bevisz 5 hogy valahol közben pedig azt mondták ennek, hogy itt van $500, simán hozzálát 100-at, és közben pedig megérkezett és a nagy a 200-as ember. Nem, mit tudom én, bőrönden. Hát azokat sem nagyon nézik, nem? Vagy nyilván átfuttatják egy ilyen átvilágításon, de valaki a testében... Hát az én zabom például simán átjött. Simán átment. A Gáspréd is átjött egyébként. Mint a villám. Egy picit másnak. Így van, de más felét elfújtam. Szóval, hogy ez is igen, hol kezdik őket figyelni? Mi leszállunk a repülőtére, minket figyelnek már ott, hogy ülünk ilyen nyomorultul, és várjuk a csomagot? Ott szerintem már megy a figyelés? Már ott, igen, kamerával. A kamerával ott már figyelnek, hogy ott mindenki feszeng, hát ideges vagy. Jó, mondjuk nyilván egy, nem tudom, egy tesszaloniki járatot, ahol mindenki papucsba jön kisgatyába, azt nem. Vagy egy sármeseki járatot, nem hiszem, hogy ott jönnének. Dehogy nem, szerintem az is pont ugyanúgy gyanús. Hát pont a papucsos turista, és ha telehette magát ilyen kapszulákkal, pont ez a lényeg benne, hogy ő próbálja elterelni, a hatóság próbálja az elterelést nem figyelembe venni, és kiszúrni azt, akiben van anyag. Eleve nem Hollandiából jönnék, már gyanús. Jó, de Hollandiából hogy viszed ki a szert? Hát akkor elrepülök valahova, és úgy jövök, én csak egy müncheni járat, vagy egy frankfurti járat, kevésbé gyanús. Nem? Aha. Gondolom, itt is vannak prioritások a NAV-nál, vagy a rendőrségnél, hogy melyik jár, melyik a kiemelt járat, és azokat jobban figyelik. De lehet, hogy ő azt is tudja, hogy te honnan indultál. Tehát lehet, hogy te Münchenen keresztül. De látja, hogy honnan indultál. De látta, hogy Hollandiából szálltál föl, akkor már gyanús. Valószínűleg ő nem csak a csempészés miatt ideges, hanem azért is, mert hogyha nem ér oda időben, akkor a gyomorsav elkezdi ezeket szétszedni. Tehát gondolom adott időintervallumod van arra, hogy te megérkezzél, bevegyél némi kis nem tudom mit. A sajtót. Igen, és utána ezeket szépen... Talán már az se kell ott szerintem. Tehát valahogy ezeknek ugye ki kell jönni, tehát meg kell magadat hajtani, mert ha a gyomorsav ezeket elkezdi szétszedni, akkor egy ideig jó a buli, de utána már nem jó a buli. Figyeljetek, szerintem erre biztos, hogy treníroznak. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy valaki lenyel 100 darab kapszulát, de csak úgy, hogy életében előtte soha nem csinálta ezt. Aha. Hát az egyébként még hosszra is iszonyú mennyiség, tehát hogy így effektíve, ha még nem lenne benne semmi, és lenyelsz 50 darab kapszulát, hát azért basszus. Hány centiméteres egy olyan tojás? Nem, azt nem lehet, ez biztos, hogy nem ekkora tojás. Engem az is érdekel, hogy engem figyelnek-e, ha én leszállok egy vízerrel, és rohadt ideges vagyok, mert nem jön a csomag. Érted? Aha. Vagy csak a nagy járatokat figyelik, vagy azokat, amik menetrend szerinti járatok. Mert akkor például elrepülnék valamilyen ilyen charterjáratszerűséggel, és úgy jönnék be, mert szerintem azokat például kevésbé figyelik. Tehát, hogy jön egy járat, mit tudom én, nem tudom, jön a Vizernek egy antáliai járata, aha, akkor azt szerintem nem annyira figyelik, mint egy eindhoveni menetrend szerinti. Érted? Tehát, hogy biztos, hogy én legalábbis így csempészném. A lenyelése nagy bajban lennék. Azt nem tudnám lenyelni. Kisebb csomagokat csinálnék. Kicsebbet, de sokat. Azért teszik bele ezekbe a műanyagokba, valószínűleg ne oldódjon ki. Egyértelműen. Ugye? Egyértelműen. Mennyi időd van, amíg nem kezdi szétszedni a gyomorsav? Hát legutoljára, amikor csempésztem... nem csináltatok még 6 óra volt. A Párkányi hídon sétáltam át viszonylag hamar. És ha például hosszú úton jössz, akkor hol kezded el lenyelni ezeket? Még otthon a szállod, vagy már kivész becsekkolsz? Tehát már kétszer van a lebukás lehetőség, amikor becsekkoltál. Valószínűleg akkor is benned van, meg amikor kicsekkolsz. Hát biztos nem a repülőtéri WC-ben, mert ott azért feltűnően. Jaj, az Isten! Jaj, még ez a... Úristen, 87, a rohadt! 88! 89! Szóval rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy érdekes dolog, hogy egy teljesen titokzatos világ, hogy csinálják, nem? Hát úgy kell csinálni egyébként, hogy a repülőtéren, hogy ne szúrjanak ki, szerintem a legjobb védekezés a támadás, oda kell menni a kutyás őrökhöz, akik azért vannak ott, hogy a kutya kiszagolja, és meg kell velük kezdeni egy kis kontaktus felvételt, hajdújudú, miszter, stb. Szép az idő. Érted? Nem gondolják rólad, hogy olyan hülye vagy, hogy hozzájuk mész oda, ezért kell oda menni hozzájuk. Na, most szerintem pont ez a gyanús. Pont ez a gyanús. Oda menni barátkozni? Tehát azt mondta, hogy hello, itt vagyok, az ölt folyosó. Hello. Megérkezel hello, Magyarországra. Megérkezel, senki nem akar leállni beszélgetni egy kutyás izével, egy nyomozóval. Egy kiló kokainnal, ráadásul a gyomrodban. Igen, ki akarsz menni? Tehát haza akarsz menni. Erről beszélek. Ki a franc gondolja ezt, hogy te ennyire hülye vagy? Hát pont azért gyanús, hogy nyilván. De nem van ebben valami, hogy menj oda, köszönj oda, viselkedj természetesen. Tehát ez nem rossz. Igen, és tudod azonnal kizenni. Jó, Oké, jöjjön velük. Felveszeli egy ilyen szódás, meg vastagságú szemüveget, egy ilyen bobosoposat, vagy nem tudom, hogy hívják most ezeket, kis izé, pantalló, nejlonszatyor, szandál zoknival, érted? Oda mész, és látják rajtad, hogy retard vagy. Na, megkérdezzük, hogy figyelnek-e minket a tranzitban. Ki ül a kamera mögött? Mitől vagyunk gyanúsak? Ha kicsit késett a gép, és nem kapom meg a csomagomat, és ideges vagyok, kiszednek-e a zöld határon, mert azt gondolják, hogy lenyeltem 26 darab kis tojást. Hogy vették észre ezt az embert? Mi van, ha a bőrönjében nem találnak semmit, tovább vihetik CT-re például azonnal? Ha gyanús, vagy mondhatják, hogy uram, nem találtunk semmit, el kell, hogy engedjük. Mert ennek az embernek se találtak semmit a bőrönjében, és tovább vitték további vizsgálatokra, és ott bukott le egyébként. De ezek a vizsgálatok már ott vannak a repülőtéren, tehát nem kell elvinni kórházba, hogy ilyesmi, hát, szerintem ott meg tudják nézni. És ott megtükröznek azonnal? Na de várjál, és ha én csak ideges vagyok, akkor engem is megtükröznek? Nem, igen, úgyhogy áztatlan vagyok. A bónusztükrözés, ezt így hívják. Na, mi a helyzet? Hallod? Koppant. És tudod, mi a fontos kérdés? Hány ember tükröznek meg úgy, hogy nem találnak semmit? Mindig csak azt, hogy megtükrözték, és pont találtak. Csak a vicc kedvéért. Mi van, ha a félvizert mindig megtükrözik? És sose hozzák le, hogy nem találtunk semmit. Olyan most ez a mai nap, Dezső. Tükrözzük már meg három embert, érted? Mindig sikersztorik vannak. Megtükröztük, találtunk. CT-re vittük, találtunk. Érted? Hát ki tudja, nem? Lehet, hogy a fél magyar lakosság túl van egy tükrözésen, és nem csináltak semmit. Itt van velünk Schuller Attila, vám és jövedéki szóvivő. Hello Attila, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Na, hogy szúrtátok ki ezt az embert, hogy vettétek észre? Amiket elmondhatok, az mind nagyon jó volt, hallgattam az adást, tehát nagyon ideges volt ez az utas. Attila. Készültetek, mondhatjuk, igen. Tehát nagyon ideges volt ez az utas, hiszen most gondoljatok be, hogyha valakinek a gyomrába ott van a halálos adagnak az 1000-szerese, és tényleg, amit a hallgató is írt, hogy késik a gép, és ő tudja azt, hogy csekkolás előtt le kellett nyelni ezeket a kapszulákat, és ez vagy megindul a természetes útján, kiürülne a szervezetéből, vagy ne adj Isten, kiukad egy ilyen kapszula. Akkor ő azonnal meghal, hiszen a halálos adagnak a többszöröse jut azonnal a szervezetébe, és menthetetlenné válik. Egyébként tényleg hatalmasak ezek a kapszulák, hogyha megnézitek a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Facebook oldalon, azon tettünk föl képeket, tehát tényleg ez 1,5 centi vastag és 4 centi hosszú egy ilyen kapszula, és ebből volt 101 az utasnak a gyomrába. És hát amiket mondtatok, hogyha valaki nagyon ideges, vagy ha valaki túlzottan nyugodt, ezek mind-mind gyanúsak, tehát ha izzadnak. Akkor mondok egy másik példát, hogyha valaki, Balázs azt említette, hogyha valaki Hollandiából jön, akkor az eleve gyanús. És Feriben vannak kiemelt járatok? Természetesen, ahonnan korábban már foglaltunk le kábítószert, vagy nyelőt kaptak el a kollégák, azokat tüzetesebben megnézzük, és van olyan kábítószerkereső kutyánk a repülőtéren, amely sétál az utasok között, és passzív jelzést ad. Tehát, ha jöttök haza Dél-Afrikából, és egyszer csak leül mellettetek egy kutya, akkor az azt jelzi, hogy ti kapcsolatba kerültetek kábítószerrel. Jaj, ne is mondd, pont Johannesburgba jártunk egyébként így, hogy Janival vártuk a csomagot, erre megjelent a kutya, elkezdett körözni, és 2 méterre tőlünk leült egy ember mellett. És mondom, Jani, add, hogy nem mellettük üljön, soha nem jövünk, emlékszel? Na, akkor nem jövünk, és a kutya leült. De regyos kutya, megsimogatom. Mondom, Jani, ne, és a kutya 3 méterre tőlünk leült valaki mellé, konkrétan és ez megtörtént. Őket nem lehet átvenni? Tehát például mondjuk a Feri egy reggeli után kolbászagú kézzel megy el becsekkolni. Ezek nem érdekli. És nem, hogy leül mellé, hanem körbe ül az összes kutya. Nézzek rá, nincs egy ismerőre. A szaglás, hogy egy kolbásszal nem tudod átverni. Na de a kolbász miatt jön, érted? Hát szegény. Most a kutyákat nem éhesek ezek a kutyák, tehát jól tartjuk a kutyáinkat, tehát nem éhesen mennek oda szolgálatba. És akkor ha mondjuk ti ennél az embernél nem találtatok semmit, akkor elmondjátok neki, hogy oké, közben látom már a fotóitokat egyébként a Facebook oldalon, hát ezek nem kicsi kapszulák, komolyan, ember legyen a talpán, aki egy ilyen bebábozódott lárvabéretű, én nem tudom, mit le tud nyelni, hogy utána akkor viszitek tovább CT-re? Tehát azonnal tovább vihetitek? Ez pontosan így történt, tehát tovább vihetjük, amennyiben gyanú van arra, hogy esetleg a testében elrejtett valamit, akkor CT vizsgálatra visszük, és a CT vizsgálaton derült ki, hogy neki idegen testek vannak a gyomrába, és a kórházba megvárták a pénzügyőrök, amíg ez természetes úton távozik a szervezetéből. Mondjuk az se egy jó meló. Ma kivár, Tibikém, ma te vagy a soros. Ügy csak mellé. Ma ti várakoztok. És ilyenkor nem gondoltok arra, hogy jött egy balek, akit elküldtek, és csak úgy, ahogy Dél-Amerikában csinálják, ő volt a csali, őt bedobták, de valahol valaki nyugodtan, egyébként közben mellette mondjuk 25 kilóval lehet, hogy kisétált. Ez nem lehet? Most a csomagolókat is átszaglásszák a kutyák, tehát nem tudnak olyan könnyen kisétálni a reptérről 25 kg kábítószerrel, de egyébként ez sem kis mennyiség, mert ez az több mint 1 kiló, ennek a fekete piaci értéke 18 millió forint, tehát itt nem 2 forintos tételről beszélünk. Aha. Igen, olvasom, ez ilyen 18-20 millió forintos kis tételecske. Aha. Olyan volt már valakinek a praxisában közületek, vagy akár világviszonylatban tudsz olyat, hogy egyszer csak oda lépett egy utas, és azt mondta, hogy bocsánat, XY vagyok, késik 3 órát a gépem, és van bennem 100 darab kapszula, meg fogok halni. Miért? Ez szerintem tök nem? Reális. Reális. Még nem hallottam, igen. Viszont olyanról hallottam, hogy meghalt az egyik repülőtéren egy kábítószernyelő, azért, mert kitúrant egy ilyen kapszula a gyomrába. Aha. Ti hol figyeltek minket? Tehát ha jövök és mondjuk nagyon idegesen viselkedem, mert 3 órát késett a gép, és általában a Ferihegyen azért valamikor lassan jön a csomag, és nagyon mérges vagyok. Ti már bent figyeltek minket kamerám? Tehát amikor várjuk mi ártatlan utasok a csomagot, ti már ott láttok bennünket? Amikor várjátok a csomagot, akkor ott a vámosok már ott vannak. Tehát ott az Zöld folyosótól nem messzélnek ezek a csomagok, tehát már ott figyelhetnek benneteket, illetve előtte megkapjuk az utaslistát is, tehát tudjuk azt, hogy kik érkeznek. De Balázs, ti nem lettek idegesek, hiszen van NASTESZ labdátok, amit ha 3 órát késik a géped, akkor ez igaz. Ja, ez igaz. Csak szeretném mondani, hogy egy kairói járat érkezik majd szombaton. De rohadék. Egy kairói járat érkezik szombaton Ferihegyre. Abban ő Rákóczi Ferenc. Nagyon sok lopott bantubabával, zebrával. Gyanúsan feszengő hatalmas testalkatú férfiakkal. De a Gyula hozza a szernyet. Ő belé fér most a legtöbb. Mindenféle Maszáj faluból elrabolt műkincsekkel. Szeretném, ha őt a kairói járattal, ami Budapestre érkezik szombat délelőtt, egy finom átvizsgálásra beutalni hozzátok. Nézzétek meg a lopott holmit, az el nem vámolt cuccokat, és mindent, ami felitáskában van, mert hogy 2 kiló szatyrokkal érkezik minden nap vásárolva, és hát nem hiszem, hogy bejelenteni ezt a Zöld folyosón. Nálam ez 10 kiló szárított hús lesz, de az nem vám csak ajánlanék egy kairói járatot. Tehát akkor ez egy tuti fogás lesz a kollégáknak szombaton. Hát ez nagyobb szer, figyelj! Ha jó fejek vagytok, kicsit megdolgozzátok. Na most, ha ne adj Isten Ferit tényleg megvizsgálják, akkor én ebből nem fogok jó kijön az életbe soha. Az biztos nem. Is. Pont ez a csali, mert most fölültetek a lóra, mert én felhívtam direkt a Ferire a figyelmet. Tehát összejátszom Ferivel. Ti most nem fogjátok megvizsgálni, mert azt hiszitek, hogy. És közben Feri finoman átsétál a lopott szajréval szombaton az Zöld folyoson, ha csak nem viselkedik idegesen. Hát vagy engem elkapnak, és a Viki viszi a itt vásárolt ruháit. Igen. Érdekes, tudjátok, hogyha európai nem kívülről jöttök haza, akkor 430 euró értékben hozhattok vámmentesen árukat, hogyha fölött van, akkor a piros folyoson kell. Nagy a baj! Ebben tök igazad van, csak hogy ez így ilyen európai számítás itt, azért a 430 euróért sokkal, de sokkal több dolgot lehet vásárolni. Felhívom még egyszer a figyelmedet egy kairói járatra, ami szombaton száll le Ferihegyre. Te rohadék vagy! Mi lenne nálam? Mi lenne? Most az a tigrisbőr, amit beszereztem? Hát láttam már a szobádat, igen. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát kívánunk, érdekes világ ez egyébként. Még egy kérdés, csak eszembe jutott, hogy ezek az emberek egyébként miért nem csinálják azt, hogy nem Hollandián keresztül jönnek? Tehát, hogy miért nem csekkolnak át, és sima müncheni járatra repülnek el Hollandiából München, és jönnek úgy Budapestre, ha Budapest a célország. Tehát már eleve feltűnő, hát nem így csinálják. Igen, de mi megkapjuk azt is, hogy honnan indult az utas, tehát azt is látjuk, hogy hol volt átszállás. Aha, tehát nincs. Tehát ez sem jó. Francba. Na jó, jó, ti dolgozatok majd a szombati kairói járaton, ami lesz el Feri. Attila, köszönjük szépen! Szombaton akkor emiatt. Áttöröm! Figyelj, ha jó fejek vagytok, kiszeditek. Hát tényleg, arra már mennél haza, érted? Egy napja úton vagy, már mindenet fáj. Mi van akkor, hogyha Feri azt mondja, hogy beval mindent, és földob még 2 másik embert, akik majd később érkeznek? Bizony. Mi novemberben jövünk. Igen. Jól van, meglátjuk. Attila, köszönjük szépen, jó munkát nektek. Ciao. Köszönöm én is. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy jelenség, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, vagy megkérdezni benneteket. De légköri jelenség? Hogy mi a véleményetek, igen, a stratoszférában zajlik. Lapozgatom ezeket a heti bulvár magazinokat. És van egy dolog, amit nem tudok hova tenni, de közben meg ugyanakkor értem, de furcsának vagy érdekesnek találom. Vannak ezek a 2-3 oldalas cikkek, amikor is hírességek elmennek wellness hotelekbe. Megvan? Meg. És leírják a cikkben, hogy melyik wellness hotelben mulatta az időt az a celeb pár, akik egyébként nem valószínű, hogy rászorulnának arra, hogy kifizessenek neki 2 éjszakára mondjuk 60 000 forintot. És ugye miről szól ez a cikk? Ez arról szól, hogyha te ezt bevállalod, akkor ez egy barter a celeb és az újság között, vagyis az újság kifizeti neked, vagy pedig barterból megkapja, ugye? Látszólag úgy tűnik, mint hogy arról szól, hogy ők mennyire szeretik egymást. Hát arról is szól. De szerethetik is egymást, tehát én nem vitatom. Pont ez a jó benne. De csak ebben a wellness hotelben szerethetik egymást. Csak ebben, így van, a 2 sugarú hidromasszás kádban, mert ezzel már azt is tudatod, hogy az is van a wellness. Rájöttem, hogy ezekben a típusú újságokban én ezeket a cikkeket szerettem a legjobban. Ugye... ez vagy családi album, vagy bármi más alatt jelenik meg, arról szól, hogy a hotel felajánl ennek az újságnak egy elfogyasztható keretet, és azt mondja, hogy 1 hónapban 4 hétvége van, arra 4 hétvégére 4 különböző családot ide küldhetsz ingyen, jelenjen meg az újságban, hogy melyik hotelben nyaralt az a család, hotel is jól jár, az újság is jól jár, senki nem fizet senkinek. Celeb is jól jár. És a celeb is jól jár, mert megsporol magának mondjuk 50 vagy 60 000 forintot. Hát lehet, hogy ezek drágább hotelek, és lehet, hogy teljes ellátással van. Teljes ellátás, all inclusive, plusz van egy masszázs, mondjuk 80 vagy 100 ezer forintot. Általában olyan emberek veszik ezt igénybe, akik azért ugye közszereplők, és ezt bőven megengedhetik maguknak, de hát azért egy ekkora összeget megsporol, nincs ezzel baj. És elmennek, és cserébe az újság azt kéri, hogy intim pillanatokban hadd fotózhassa le őket. És 3 hete ráálltam erre a rovatra, régen is nagyon szerettem, nem hiszitek el, hogy... Jó is ez. Jó, hát ez egy, persze, hát ez egy üzlet, tényleg, én azt gondolom, egy korrekt üzletről van szó, hogy ha már úgyis lefetyelitek egymás köldökéből a száraz tangpesgőt valahol valami medence partján, akkor miért ne lenne, vagy lehetne az a medence, ami medencénk, ami wellness részlegünk. Na miért ne? Ennyi, mondjuk tangpesgőről nincs szó, a medence vizét lefegyeli most éppen. A múltkor láttam. Jó, de azt tele van mindenféle magnéziumokkal meghátsz. 2 közszerepről egy ilyen rovatot, és komolyan mondom, ezt nézem, zseniális, hogy ők is lementek egy hotelbe, megjelent, hogy melyik hotel, és fölvették ezt a minden szállodában megtalálható egyenköntöst. Ugye ez ember ebbe lemegy wellness, de nem biztos, hogy egy bulvárlapban így akarod magad viszont látni. Mindenki fölveszi ezt a köntöst, én is fölveszem, ti is, tehát az ember lemegy, füldik a gyereke. A szálloda logójával. A szálloda logójával, de ezzel nincs baj, ez egy jó szolgáltatás egyébként a hotelben, hogy te bemész, magadra veszed ezt a köntöst, nem kell levinni. Én nem veszem fel soha, mert nem látszódok ki alól. Igen, eltűnsz a köntösben. Fölmászatták őket egy fára. Hú. Fölmászatták őket egy fára. Akkor az minimum 6 hétvégés díj volt. A férfi ült fölül a fán, fehér köntösben, tehát még csak nem is játszóruhában. A nő ült a fán, az ágra ráborulva, a férfi ölében. És a képelérés valami olyan volt, hogy mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, ezért még egy fára is felmásztak. És ülnek mind a ketten egy fán, fehér köntösben. A veszélyes helyzet alatt mit kell érteni, hogy a botanikus kertnek az őre oda megy és leveri őket bottal? De az megvan, hogy azért, hogy spóroljál 50 000 forintot egyébként, azt mondják, hogy Józsikám, már megint Józsit mondok, bocsánat. Semmi baj, majd Józsika, zoli bajom van. Béla? Nem, jó legyen. Noel? Most mi a bajod a Noelekkel? Jó, nem akarom mindig a sztereotípát. Noel, légy szíves, másszál föl a... De köntösben, légy szíves. Kifizettük neked, másszál föl arra a fára. Jó. De van, itt van velem a terhes feleség. Mondd meg a terhes feleséget, hogy ő is másszon föl arra a fára. Felügyetlenkedik magukat arra a fára. Látszik rajtuk, hogy rohadtul nem természetes, hogy egy fának az ágán kell ülni a fehér szállodai köntösben. És azt mondjuk, csinálunk itt rólatok egy fotót, szegények még nem tudják, hogy mi lesz a kép aláírás. Mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, de szerelmük a fa tetején is kiolthatatlan, vagy valami... Ó, te írhatnál ilyet. Figyelj, én azt szeretném kérni ezektől a bulvárújságoktól, hogyha lehet, én elmennék kép aláírónak. Én feliratbűnözést csinálnék. Tehát én lennék maga a megtestesült feliratbűnöző. De kreatív is lennél. Én ezt imádnám. Adják oda a képet. Hát az, hogy fehér köntösben ugye a szálloda logóját fotózkodni, szerintem ilyen típusú közszereplőnek semmi szükség rá. Családbarát szállodát választottak, egy nagyon barátságos képaláírás egyébként. A másik képaláírás, A soft all-inclusive ellátás még teljesebbé tette a feltöltődést a család számára. Itt a reklám elhagytatva, látod? Érted ezt? Míg a gyerekek rajzoltak, XY-ék, nem mondom, a boldogságukra kocintottak. Aha. Egy ágyon fekszenek úgy egyébként, hogy a fehér köntös alól a közszereplőnknek egy picit kilóg a köldöke és a szőrös hasa. Miközben a gyerekek játszottak, édesapjuk forró lávakön szállította a hering. Érted? És tehát komolyan mondom, nincs azzal bajom, hogy valaki ilyet igénybe vesz. Még azzal se, hogy bartereznek. Nem teljesen értem, mert ezek a közszereplők általában azért elég jól keresnek, persze meg tudsz ennyit fogni, de hogy közben olyan pillanatokat adsz ki magadról, tehát akarod te látni a kibugyanó hasadat egyébként egy fehér köntösben egy szállodai ágyon? Nem. Nem? Nem. Nem. Hogy miért van erre szükség? Most hülye vagyok, hogy én ezen gondolkozom, de feliratbűnözése én nagyon-nagyon klassz dolgokat tudnék beleírni. Én lennék a magyar feliratbűnöző. De csodálkozunk rajta, hogy ilyen jól érezték magukat, hiszen 2012-ben az évvel leszállodai díjjal is kitüntették a modell. Tudod. Igen. Nemzetközi nagydíjas séfünk által felszolgált. És tényleg hát a képaláírások, tehát hogy az valami elképesztő. Hány oldalt kapsz? 3-at általában ilyenkor? Egy percre sem engedték el egymás kezét a mesés és egerszalók. Szóval, hogy én értem, meg te az egészen semmi baj, de hogy... És ettől még az nyilván a szálloda az jó? Tök jó a szálloda, persze. Csak hogy legalább akkor vennének már valamilyen más cuccot, mert hogy egyébként meg látszik, hogy ott van a logos, hímzett köntös alatt, ott van egy rövid nadrág, ott van egy póló. Tudod. És olyan, igen, láttam a múltkor, tényleg ez jó is, hogy mondod, láttam a múltkor egy olyan képet, hogy bemászhatták őket a francia ágyba. Igen. De látszott, hogy a fotókedvéért másztak be a francia ágyba, utcai ruhába beültek a francia ágyba, fölhúzták, olyan abban a cuccban voltak a kis állatsimogatóval. Fölhúzták nyakig a pulóvert, és azt látod, hogy két közszereplő ül egy szállodában, nyakig fölhúzott ilyen paplannal, de látszik, hogy hőzem, mert valami kilógott már, majdnem a cipőben feküdtek egyébként az ágyban. Sejemágy nemű, minden gyönyörű, és valami olyan bagatel képaláírás, hogy a könnyen. És az előbb még a szurikátákat nézték a belső udvaron. Sírtam, hogy én ezekre rámegyek. Nem lehetne, a fotós előtt nem vetkőzöl. Az igaz. Fotós előtt nem vetkőzöl. De mondd már elegen fel, hogy melyik az intim pillanat az életetekben, amikor mind a ketten bementetek fürdőruhában a jacuzziba, ami nem van a szobátokban. Érted? Igen. Zseniális. Én ezekre a rovatokra mentem. Ez miről szól egyébként? Hogy ingyen hétvégéről és a megjelenés. A ingyen hétvége plusz megjelenés, tehát a kellemeset a hasznossal. Nem? Így van, mind a kettő benne van. Azért kérdeztem, hogy hány oldalt kapnak. Ugye 3 oldalasat volt, amit az előbb mutattál. Most azt egyébként mivel tudod generálni? Csak botránnyal. Tehát ha valami botrányban vagy benne, akkor kapsz 3 oldalt egy bulvárlapban. Hát akkor... És megkapod a 3 oldalt, megmutatod magad, ott vagy a köztudatban. És ingyen van? És ingyen van, nem kell az újságnak se fizetned. De miért ne lehetne a kettőt együtt? Tehát, hogy jól is érezték magukat, meg botrány is volt, hogy a mese is egerszalok és szálloda jacuzziába belehájti. De miért nincsenek őszinte képaláírások? Pali ebben a mesés egerszaloki szállodában még soha nem evett ennyi szart. És egy ilyen fincsoros. Ilyen szörnyűt még soha nem reggelizett. Valami nyilván nem ahol erről szól, hogy közben ahol... De hogy egy nyers keresetlen őszintességgel. Tehát megnéznek, hogy ez se, hogy... Ez Balázs, mondd nyugodtan. De legyen az, hogy Viki és Bali miután elfogyasztották a fantasztikus reggelit az egerszalódi kiszállodában, hangos ordításukkal zavarták. Igen. Meg veszekedésükkel a szállodában. Igen, hogy kicsit annyira gicses már ez az egész 4 oldal, hogy legalább egy őszinte felirat. Igen, hogy ez se pezsgő fürdő, hanem a sólet füstölt babbal eredménye. Ez a sokra hat buborék, ebben a mesések. De nem lenne őszintébb az egészen, nem az lenne, hogy de jó, végre valaki ezt kicsit fölvállalja. Végre valaki egy kicsit őszinte, nem? És nem arról van szó, hogy az a család, vagy az a két ember az adott pillanatban nem szereti egymást, tehát én nem ezt mondom, csak ez mindig olyan fura. Jószorról éreztük magunkat, de ingyen volt. Köszönjük szépen ennek a bükfürdői szállodának, sose voltunk még ilyen helyen, de ingyen is volt, gyerekek, be is írtunk a panaszkönyvbe. De legalább 60 zsebben maradt. Na, hát kell ennél több? Ja, ha ilyen egy svéd asztal, nem megyek Skandináv országba több. Igen. Szóval, hogy ezt így egyszerűen nem értem. Nem megyünk el egy ilyenre 3-an? Tényleg. Nem vállalunk be úgy, hogy nem hoznál le az újság. Ja, tehát, hogy így fekszünk három egymás mellett álló ágyon, és mind a hármat egyszer masszíroznak. Az a bajom, hogy akkor úgy kellene állítani az ágyakat, mert egyszerre nem tud összeérni a tekintetünk mind a hármunkénak. Tehát, hogy akkor úgy kellene megcsinálni, hogy ilyen csillag alakba beállítani az ágyakat, hogy mindannyian tudjuk, mert általában ez így szokott lenni, biztosan láthatok, amikor egy pár megy el masszíroztatni, ilyen páros masszíroztatás, mindig nézik egymást közben. Nézik egymást. A kép aláírás forró szerelmükön a lávaköves masszázs se hűtötte ki, tudod, vagy mit tudom én, a forró szerelmüket a hideglábas fürdő se tudta kihűteni. És mindig van valami olyan bagatel kép aláírás, amit egyszerűen, és nézik egymást szembe. Miközben Ferencről a felesleges olajat itatták fel. 100%-os el. Itt tudom én mivel, hamut törölközővel, addig a Balázs a lábmasszázson esett túl, miközben Janinak a karvai körmeit távolították el. Nézzük meg, hogy néznek ki ez mondjuk úgy, hogy mi szerelmesek vagyunk egymásban. Oh, nem áll, tehát száj. Ülünk egy asztalnál hárman. Igen? Feri, a jófogások kedvelője, szívesen kínálta meg Balást, és etette a villájával. Igen. És ebben a pillanatban te egy finoman felszúrt májpás beöntésen járt az esze. Te egy finoman felszúrt... Amit Janinak fogadott. Amit a csodás Wellness Hotel. Igen, nem. Jani nagyon ad a higiéniára. Ebben a szállodában lehetőség van kamillás beöntés, és azt látjuk, hogy te gyertyaállásban egy infúzió állvány mellett. A vacsora után már éppen beöntetsz magadnak. Jani hát valóságban rabjával állt a súlyfürdőn. És én eltorzult arccal ki lennél gyújtva. Balást és Ferit a kedvenc meglepetésük várta a szobában. Egy frissen hűtött eperkoktél. És ülünk félmeztelenül, és éppen eltetsz egy finom friss eperke helyen. Ilyen jó fejek vagyunk, megcsináljuk ezeket a formákat. Csináljuk már meg ezt, mert mondom, én ezekben az újságokban én már ezt keresem. Kinek maradt 60 000 a zsebébe, kiment el barterezni, és mit vállalt be azért, hogy 60 000 a zsebébe maradjon? Nem? Hangsúlyozom, olyan emberekről van szó, akik egyébként ezt bőven megengedhetik maguknak. Nem? Teljesen jó. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy fogjuk meg, adunk is, meg is fogjuk, jó, ha ingyen volt, adunk 4 fotót, az nincs ezzel, és még lehet úgy is csinálni egyébként, mert nézem, hogy van különbség pár és pár között, tehát van, aki nagyon diszkréten azt mondja, gyerekek, 2 darab fotót adok. Nincs félmeztelen. Semmi nincs, 2 darab fotó, nem fekszem be félig ruhában ráhúzva a köntöst, a cipőt vág, majd vágják le, mert ne látszódjon, játszom el, hogy pesgőt iszom, hanem nagyon diszkrét. Ez nekem de hogy ennek az ellenkezőjét megcsinálni. Így van. De ez teljesen jó. Balázs, Feri és Jani természetesen a nászutas lakosztályt kapta meg, és külön kérésre az esetleges balesetek elkerülése véget barna lepedőt is kapta. Igen. Balázs és Feri bájos mosollyal vidáman hancúrozott a francia ágyon. És egy ilyen kis paplan, ahol csak a szemünk párna csatáznánk vidáman, félmeztelenül, te szigorúan a szálloda köntösében. Miközben Jani bent a fürdőszobában örült a meleg víznek. És úgy lennénk megfotózom ketten a párnacsatában, hogy te a háttérben, a nyitott ajtónál. Igen, te nagyon csapatod magad zuhanyag, iszletesen mi meg ilyen nagyon vidáman párnacsatázunk, nyilván szigorúan az Egerszalóki Hotel köntösében. Mindig vagy egy logó alatt, tehát mindig megjelenjen, hogy éppen hol vagyunk, vagy egy bükkfürdői szálloda logója alatt. Tehát hol tolod a gyereket babakocsival éppen, amikor lefotóznak, ha nem a hatalmas nagy logó alatt, ahol mész az egyébként fehér köntösben szaunázni. Miközben nem tudnak tőled beállni a parkolóba. Igen. És mondom, én is használom ezeket a köntösöket, meg ti is, mindenki megy a család a szaunázni. Nem, mert még nem volt helyes méret. Jó, hát de használd a gyerekköntöst. Most az már a legtöbb szállodában úgy, hogy van 2 felnőtt köntös, meg van, ha tudják, hogy gyerekköz, akkor beraknak egy gyerekköntöst. Hát add a virágra a felnőtt köntöst, nem használd a gyerekköntöst. Csinálni, hogy félbehajtok egy törölközőt, és így mint kivágom a tetejét, és poncsóként használom. Tír egy hallgató, azt nem lehet, hogy nem megyünk el, csak elkérjük a benzinpénzt. Egyébként ez ilyenkor mi van, ilyenkor a sztárok kapnak benzinpénzt is? Tehát ilyenkor azt mondják, hogy ó, jól lemegyek, 60, de még egy úti költséget is utaljatok. Hát szerintem még van, aki azt is elkéri. Az óban már lenne, még fölhívnám egyébként, hogy erről mondjam valami. Igen, ha nagyon okos vagy, akkor még az elmaradt haknidat is kifizetteted, hiszen maguknál vagyok, egy hétvégét nem tudok vállalni munkát. Így van. Ha? Így van. Még azt is ki lehetne fizetni. Azért nem mondjátok, hogy nem lenne egy ilyen, hogy Feri és Balázs nagyon szereti a hancúrt, a medencében is szívesen dobálták Janit. És nagyon mosolyogva éppen dobálunk, hiszen a szállodában több medencét is kipróbáltak, tudod? Ja, és mindig ott lenne a promószöveg, hiszen a szálloda sok medencéje közül választhattak. Igen. Természetesen a legnagyobbat választották. Az óriás csúszda aljában Janit Feri várta, hogy nehogy megüsse magát a vízben. Számos szórakozási lehetőség közül a fiúkat, az óriás csúszdát is kipróbálták. Így van, Jani nagyon szerette a vizet. Egy ilyet egyébként meg lehetne csinálni. És miközben a szponzorautót megtankolták, még egy közös futóra is futotta Jockey Ewing-ai. Na vajon hol? Igen. Ha, bőven meg lehetne ezt csinálni. Na mindegy, én A másik nagyon, amit nagyon szeretek, az nem ennyire vicces, az ingyenvetítés. Az még egy zseniális dolog. Ingyenvetítés? Amikor ingyen mozivetítés van. Ja, igen. Hogy ott mi? Mozijegy? Hát, promóció? VIP-terem, hogy hívják? Nincs VIP-terem? Ott nem, az nagy termes általában, és akkor úgy van, hogy mondjuk ha újság hirdeti meg, akkor ott még vannak nyertesek, tehát olvasók is. Na ki meg a család. Tud mesélni? Azért, mert nem engedem el a gyerekeimet a feleségemmel, hiszen hívtak bennünket. Nem azért. Te voltál? Én nem tudtam, hol voltál. Azt mondom, hogy nem szeretek ide menni, és sose voltam, de mondtam a BK-nak is, hogy én meg tudom venni a jegyet neki. De nem tökre értem, hogy ez arról szól, hogy ugye egy csomó ilyen gyerekfilmvetítést látok, hogy elmennek a sztárok, én nem tudom, hogy miért van arra szükség, hogy mondjuk a gyereket állandóan fotózzák. Szerintem nem biztos, hogy ez jó, de ez mindenki az egyéni döntése. De hát itt mondjuk eddig egy 70 000-es dologról beszéltünk, de hát ezért mondjuk 2 felnőtt, meg egy gyerek mozijegy, az mondjuk mindennel együtt dupla nachos, nem tudom, hogy ajánlani, az mondjuk egy 6 000 forint. Mert azokat a rovatokat is nézem, nagyon szeretem. De hát akkor mi a plusz? Tehát, hogy akkor legyen már valami tényleg valami tartalma az egésznek. Ja, ne, az újság, valószínűleg megjelenés. A megjelenés. Hát ez nem elég. Hát akkor legyen már, hogy mit tudom én, mozi zseb Aleska Diamonddal. Vagy valami plusz jutatás. Igen, a gyerek pedig a másik oldalon. Na, nézd a filmet, kicsim. Igen. Na mindegy, jó. Nem csinál, nem megyünk el? De menjünk, de akkor csak saját Facebookunkra, vagy eladjuk valakinek, mert akkor az újságnak még el tudjuk adni. Hogy még azon is keresünk? Hát persze. Tehát lebarterezi az újság a szállodával, és mi barterezzük? Igen, mi lebarterezzük a szállodával. Megyünk a valamelyikhez. Az a baj, hogy akkor pont azt fogjuk, amit mi nem akarunk, hogy fehér köntösben látjuk, mert akkor az csak így. Jó, legyen az a csak így tudod megcsinálni, hogy fehér köntösben fekszel a franciágyon, és tényleg friss szőlőszemeket dobálsz a számba. Jó, de legyen megegyezés, hogy mi írhatjuk meg a képbe aláírásra. De akkor legyünk egy család? Tehát legyünk úgy egy család, hogy te, papa, mama, és Janit leviszünk gyereknek. Egyébként rakunk rád karuszot, és dobálunk. Tehát legyen egy ilyen klasszik család. És legyen a Rákóczi család elfogadta a Bükkfürdői XY szálloda meghívását, és eltöltöttek egy vidám hétvégét, nem tudom, a luxus apartmanban. Én dobálak, te meg kint fekszel koktéllal a kezedben egy nyugágyon. Igen. És masszírozzák a lábad. Igen. Miközben a szülők ott ejtőztek a közelbe, hogy mit tudom én, masszíroztattak, addig a kis Jani lejátszott a gyerekmedencében. Kipróbálta a mászófalat. Így van, de akkor legyen dráma benne, az apuka, aki én vagyok, ahogy észrevette, hogy a kis Jani bajban van, bevetette magát utána a medencébe, és az lenne lekapva, még mielőtt az félelmében belekakáltva. Igen. Hál' Isten a szállodai alkalmazottai nem vették észre, hogy a kicsi Jani csintalanul örült, hogy lekerült róla a pelenka. Feri azonban résebb volt. Igen. Hol vagy apu, kiáltott fel a kis Jani, és tévedésből anyukájához Balázshoz szaladt. Az összeszavarodott kis gyermek. Igen. Írja Anna, hogy már van egy szállodás, aki meghívott minket. Igen, már ott vagyok. Hát sok ilyet magunknak egyébként. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.